Hát gyönyörű lett ez az új fal. Fú, gyerekek. Csoda. Na nézzük, ki jön ma hozzám. Fenyő Iván Budapesten született. Az ország egyik legismertebb és a legtöbbet foglalkoztatott színésze volt egészen 2007-ig, de egy súlyos autóbaleset után a spiritualitás felé fordult. A színjátszással Földesi Margit stúdiójában került először közelebbi kapcsolatba, majd ezt követően az Új Színház stúdiójában tanult, illetve játszott. 2003-ban diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Diplomamunkáját Anthony Hopkinsból írta. Tanulmányai elvégzése után a Budapesti Katona József Színházhoz szerződött, majd szabadúszó lett. Később inkább a filmes szakma felé fordult, és több játékfilmben is szerepelt. 2005-ben Sam Mendes Oscar-díjas amerikai rendező háborús filmjében a Bőrnyakúakban Pinkó tengerész gyalogost alakította. Ma már azonban a színházi és filmszerepek helyett inkább saját tudatosságról és önismeretről szóló előadásaira koncentrál. Sőt, legutóbb úgy nyilatkozott, hogy készen áll a házasságra és hogy apa legyen, de igazi partnerét eddig állítólag még nem találta meg. Fenyő Iván, jaj de jó lesz, jaj de jó lesz. Szerintem alkoholt nem iszik Iván barátom, egészségesen él. Teszek ki egy kis nektár neki. Meg is jött! Hello! Isten az úr barátom! Köszönöm szépen! Köszönöm! Hoztam neked egy kis valamiket. Nézd meg! Jaj, de jó, várjál, csak kinyom a klímát. Nézd meg. Az igen, nézzük. Ez csak egy ilyen otthoni illatosító. Én nagyon szeretem ezt az illatot. Ezt a tengerről neked hoztam. De ő mi ez? Gomba? Szarvasgomba. Szarvasgomba, nagyon, nagyon, nagyon jó. És benne van, tehát igazi, és ezt figyeld. Ez a csávó, Anthony William, ugye, hogy medical médium, gyógyító médium. Olyan dolgokat ír össze, nézd meg a receptekre, mindenféle, aláírtanak, mindenféle betegségről. Mindenféle betegségről. Bármit, neked, a gyerek, hát figyelj, ez a kódex, érted? És most nem reklámozom őt, hanem imádom az ilyet. Én most vettem egy könyvet, gyümölcs, zöldség, fűben, fában, orvosság. Bél-agy kapcsolata. Hmm. Hogy minden Schwab betegség, Schwab nem a Schwab Richard írta, hanem egy amerikai hasonló vasszal. Igen? Figyelj, erről majd beszéljünk, mert baromi érdekes. Ez esküszöm, de a Schwab Richardnak nyilván igaza van, minden a mikrobiomban dől el. Gyógyszerek káros hatása ellen. És akkor egy shot, és megvan, hogy mit kell beletenni. Agyvédő. Mik azok a kiegészítők, amik nem kellenek. De jó. Figyelj, itt minden mire van, mire mit kell szedni, és csak természetes, aztán csak zöldség, csak gyümölcs. Figyelj, otthon megőrültök érte. Ez most egy nagyon nagy hit Amerikában mindenhol. Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm én. Ezt is köszönöm. Köszönöm én. Ide. Na, viszont együnk. Készültem neked ilyen kis snackkel. Már is együtt. De most nincs benne ecet. Jó, helyes. Toljuk. Jó? Toljuk. Nem, csak így jó falatozás közben beszélgetünk. Toljuk. Jó. Nekem vannak kedvencek. Én valami vizet kérek. Vizet hozok neked. Meg van teát, tisztított víz. Ha van. Van tisztított vízem. De jó. Köszönöm. Flow water, tisztított víz. Átrakom egy kisebb serpenyőben, és csak sebben megfűzzük a teára. Király, köszönöm. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. De formál? Nem, mert még fel se raktam, most. Tudod, hogy mi van? Viszont van laktózmentes kávé, nem kávézom. Nem kell kávé. Na figyelj. Nekem itt van a teám. Ez milyen tea? Ez japán tea. Figyelj, szagold meg. Japán hashajtó tea. De hagyjad le! Zöld tea? Igen. Azt szeretem. Japán zöld tea? Igen. De jó.
férfi, ez 2024-es szület. Erre nehogy legyen egy fintorod. Hát azért, hogy ne száradjon ki, tudod. Tényleg. Ez jó. Top. A flow volt erre a legnagyobb. Ez top. Tisztított vízzel. Hallod? Tudod, mire gondoltam most? Viccegével, hogy tudod, mióta ismerjük egymást? Te megmondom. Kb. Mondjál valamit, én megmondom. Körülbelül mióta? Várjál. Körülbelül mióta? Várjál. 15 éve. Az hány? Mondja egy évszámot. De várjál, hogy mondjam meg, mert 2006-ban indult a frisbee, és a frisbee alatt ismerkedtünk meg. Nem, 2010 TV2. 14 éve. Mondj egy évszámot, hogy mióta ismerjük egymást, kb. 2010. 2007. Igen. 2007-ben még együtt mentünk bulizni. Te is, testőrökkel, ezerrel csapattad, és én testőrök nélkül. Már akkor meg tudtam védeni magam, te nem. Na, akkor mi az, ami... Együnk egy jó kis kaját, teszek ki. Sali, jöjj! Jó kis zeller. Szereted a zellert? Szeretem. Így eszegetni. Szeretem nagyon. Figyelj, forra teád. Az jó. Mibe ígyuk? Én ebbe is szívesen iszom. Figyelj, ma a whiskystől kaptam két csészét. Akkor a nagyobb a tiéd, a kisebb. Jó. Oké. Okay. Figyelj, én ebbe így beleteszem csak a teát. Jó? Nem zavar téged? Én nem vagyok a nagy teás, te tudod, hogy ezt kell. Tehát egyébként ezt szűrni kell, meg le kell hűteni a vizet, de én nem szoktam. Aha. Kínaiak se szokták, bár azt is kell, tehát most már úgy teáznak ők is, de hát a régiek nem hűtötték le. Úgyhogy nem hűtjük le, jó? Jó. Azt a mindent, mennyi paradicsomom van. Paprikát szereted, vagy nem? Jöhet paprika, Petya. Köszönöm. Sajt. Azt viszont látod, azt nem. Azt már nem. Azt látod, nem. Csak zöldséget eszem, meg halat. Zöldséget, gyümölcsöt. Nekem van lazacom, vacsorára eltűnt, én nem tudom megcsinálni. Te meg tudod csinálni? Ha valamit csinálunk vele. Nem? Oké, benne vagyok. Figyelj, ezt hogy zárom el? Ja, ez volt a 9-es. Jó. Szerintem meg vagyok. Tudod, miken gondolkozom? Hogy például, hogy lásd, amit beszéltünk, hogy most voltam tengernél, hogy mit tudom én, ha mondjuk a tengernél kitennének, vagy egy erdőbe kitennének, egy szál késsel, ilyen rambó, tehát nagy késsel, hogy túlélni, vagy meg egy hétig élj túl, de úgy, hogy azt iszod, azt eszed, amit fogsz, megcsinálni. Mennyire eltávolodtunk ettől, Peti? Én szoktalak figyelni, meg követlek egyrészt. Hát én emberileg is mindent, szeretlek, de én is mindent követlek de téged. Lehet, hogy ha nem beszélünk, akkor is nézem a videóidat, meg amiket kiteszel. Tehát az, hogy egyedül elmész Horvátországba, egyedül, bemész a tenger közepére egy szappal, amikor olyan hullámok vannak, hogy tengeri beteg leszek, akkor is, ha nézem. Igen. Figyelj, ez nagyon-nagyon kíváncsi. Az veszélyes volt most. Most volt egy olyan helyzet, ami veszélyes volt, igen. Ez most te föltetted forni, Peti, vagy nem? Feltettem a vésőt forni, igen. Mert nem tetted fel. De tudod, mi a helyzet? Az a helyzet, és erről akarok most beszélni. Tudod, mi az a midlife crisis? Igen. Abszolút benne vagyok. Megértem. Abszolút benne vagyok. Megértem. Figyelj, akivel beszél, most jönnek hozzám, az csak azért hozom, azzal kevertem. Most jönnek hozzám olyan olimpikonok név nélkül, akik többszörös olimpiai bajnokok, egyszeres olimpiai bajnok különböző sportokból, és mindegyik itt van. Vagy magánéleti olyan probléma, vagy kérdezik, hogy mit gondolok. De csak a korra vagy kapcsolatos. Figyelj, az van, hogy most kimondtuk azt, hogy mióta ismerjük egymást. Az a menő, hogy úristen, akkor hány évesek voltunk, és most. De miért most őszintén szeretnél annyi éves lenni? Ezzel a tudással, igen. Tudod ki az a Lázár Kati? Lázár Kati színésznő, Kossuth Díjas színésznő, az Adél anyja, a Jordán Adél anyja. Tudom, okay? És ma hívott fel. És anélkül, hogy itt bármit elmondanék róla, meg hogy miről beszélünk, hát idős,
nem, mint egy idősek sokasága van Magyarországon, nem a legegészségesebb, nem tudom, és mondom, hogy de olyan mély dolgokról beszélünk. De jóva vagy vele? Jó, nagyon jóva vagyok vele. Hát ő hívott, hogy csak így beszélgessünk. De jártál az Adéllal sokkal? Hát 5 évig. És most például mondta, hogy vasárnap menjek föl hozzá, mondta a Kati, sétáljunk egyet. Ennyire jó. Ha sétáljunk egyet a napon, beszélgessünk, mondja, hogy ne olyan gyorsan sétáljunk, én sétálnék, hagyj kapaszkodjon belém, sétáljunk ott a természetbe, üljünk le és beszélgessünk egy padon az életről és mindenről. Mondom, persze, tehát imádom. De ezt megelőlegezve, ez még kell hagyjam, de ezt megelőlegezve ezt a beszélgetést, kérdeztem, hogy hogy van az élettel, stb. És kérdeztem, hogy szeretsz élni? Meg lennél annyi idős, mint amennyi, mit tudom én, voltál, amikor megismerkedtünk, stb. Szóval ilyen dolgokról beszélgetünk, és ezt kérdezem tőled is, hogy mondjuk azt mondod, hogy annyi idősen, hogy visszamennél, mert hogy a korral van bajod. Lennél mondjuk, amikor megismerkedtünk, mondjuk voltál, mit tudom én, 30 éves. És lennél 30 éves, élnél még egyszer újra, akár, és ez most nem negatív, hanem őszintén kérdem, ebben a világban mi van, na még egyszer most 30-tól megint 45-ig, 50, megint ezzel az aggyal, ami most van, de hogy élnél, tehát nem érzed egy kicsit azt, hogy most már úgy, hú, meg elég, vagy nem is az, hogy elég, hanem hogy sok, meg hogy... De meg, nem érzed azt. Tudod, 2,5 éves gyerekem van. Aha. Nekem ez akkora csoda. De amit itt mondott a viszkis, amit itt volt nálad a viszkis, és mondta, azt néztem. És azt mondja, hogy figyelj, nekem még fel kell nevelnem azt a gyereket. Ez egyik legfontosabb. Világos, hogy neked is fel kell. De miért lennél 30 éves? Mit csinálnál? Mit szeretnél csinálni? Mi az, amit nem csináltál és csinálnál? Miért lennél 30 éves? Én nem mondom, de... Engem az elmúlás, ami a leginkább aggaszt egyrészt, másrészt pedig... Az mit jelent? Ez a haláltól? Effektív az az érzet? Vagy hogy az öregségtől? Az öregségtől akkor nem félek, hogyha mondjuk minőségi öregkor tudok érni, az én keresztapám, katolikus pap volt, 90 éves korában még sielt. 90 évesen még sielt. 90 éves korában levezett az Innsbruck Budapestet autóval. Te mennyire vagy egészséges? Tehát ha most csinálnánk mondjuk egy blood check-et, egy ilyen vérkép. Azt szerintem most teljesen rendben. Teljesen? Minden rendben lenne? A koleszterined? A koleszterinem azért van rendben, mert arra szerel egy gyógyszert. Ez az. Koleszterin, vérnyomás. Az minden, az soha nem volt velem. Se a vérnyomásom, se a cukromban mindig egy tényező koleszterin, de arra viszont szerel egy gyógyszert, mert kajával sem ment annyira vissza, tehát ez egy ilyen genetikai dolog. Apám 91 évig élt, és neki is magas volt, anyagámnak is, tehát ez genetikusan magas. Ez az egy olyan van, ami az én egészségem, hát ez nem is probléma, de szedek rá gyógyszert, egyébként semmi bajom. De én mondjuk hipohonder vagyok, én folyamatosan járok. Mindig elmész mindenféle izére? Hát, ha bármilyen... Fogorvosnál mikor voltál utoljára? Fogorvosra rendszeresen, most csináltattam héjakat, fogorvoshoz is megyek. Nem félsz a fogorvoshoz? Tehát így lazán mész oda, tehát tudod, hogy ma délután 3-ra attól kell menni, akkor nem félsz? Baj. Attól függ, hogy mi a ez baj. Az. Attól függ, hogy mi a baj. Ez az. És attól függ, hogy nem mindegy, hogy hol. Hogy kihez. A hátsó fogtömés van. Hátsó fogtömés van. Olyan jól indult ez a nap most, elkezdjük erről beszélni, basszony. Fölül, az jobb. Alul nem jó, mert alul egy hátra adnak injekciót, igen. Mert csak így lehet elgyújtani. És az? Aszpara. Miért? Hát, mert ott a fél oldalon nem jó nyelsz. Ja, hogy azért para, de nem azért, mert fáj. Hát, azt szaremk, hogy hátra adnak injekciót, de szerencsére nekem nincs ilyen problémám. Tehát most megnézték, minden fogom tökrendben van. A híjakat csináltattam tök jó, de nem azokat a típusú direkt híjakat, hogy ez olyan típusú direkt híj, hogy a meglévő fogadra teszik rá szépen, igen. Ilyen fénnyel, igen. Gyönyörűen, és hogyha lepattan, a héj ott van alatta a fogad. Igen. Van a másik típus, amikor lecsiszolják a fogadat, és úgy rakják rá. Wow. Az nem jó, ha leesik, wow. Akkor ott marad egy csonk. De nekem tök rendben van. És ezt miért csináltattad? Mert hogy szép lenne, nem volt szép a fogad, vagy hogy ez most divat? Nem, mert azt gondolom, hogy sok egyrészt védi, másrészt védi pedig... Is? Védi is? Ja. Hát persze, védi. Tök szép fejjel. Ja. Szerintem... Ne, én ezekre figyelek. Tudod, ki beszél rá? Curtis.
Ő neki láttam, hogy ő, amikor igen, mosoly, ő azt de azon a Curtisen látszik, hogy megcsinálta. És az nem jó. Szerintem nem jó. Mert választott a legfehérebbet választotta, ami... Hát de üvölt róla, igen, amiről üvölt, pont jó. Ezt mondtam. Neked meg az alsó fogamhoz választották. Igen, azon nem látszik. Látod? Igen. Az alsó nincsen semmi. Igen. És nem rakattam, itt látod? Tehát ki kell választani a legmegfelelőbb. Nem kell ez a hirtelen fehér. Mindenki igen. Megmondja, hogy gáz van. Igen. Nem gáz van, hanem... Mindenki megmondja, hogy gáz van. Mindenki nem az, hogy gázzal, hanem megcsináltattad. Na, visszatérve, én azt gondolom, hogy az embernek nem is innen indulok. Onnan indulok, hogy amikor legutóbb találkoztunk, akkor hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy úgy éreztem, akkor, hogy kicsit túltolom. Túltolom? Én? Igen. Mit? A spirituális... Aha, igen, 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 mondtad is. Bizonyos részével még a mai napig egyetértek, tehát amikor te mondjuk elvonulsz, igen. És akkor mondjuk jönne egy filmszerep, akkor... Akkor mennék, most mennék. Ja, most menni, most akkor mennék. Azt mondtad, hogy nem mennél. Igen, most mennék. Akkor válasz, most nagyon válasz. Éhes vagyok már a filmre, azért? Nagyon. Most már írtunk egy három évados angolul forgó, még nem forog, mert még nincs meg rá pénz, de sorozatot. Most írunk egy másodikat. Közben most vágom ezt a Vének tanácsát, tehát most már kerestek meg színháztól, azt nem vállaltam el. Nem egy vállaltad, de miért? Nem akarok nagyon róla beszélni, mert olyan volt a producer, meg olyan... De kőszínház? Béna. Ja. Béna. És ez nem baj, hogy béna, a szerep se volt akkora, a szerep se volt olyan, és a legnagyobb, hogy emberileg nem úgy álltak hozzám, nem olyan korrekten, amit megígértek, nem tartották, visszahívlak, kíván, nem hívott vissza, nem szólt, hogy nem akkor kezdődik a próba, link volt, megbízhatatlan, ebben ilyen, tudod, már az elején látszódnak, nem megyek ilyenbe bele. Na most, de várj, pedig belementem téged volna akár. Kell kezelni, mint egy szupersztár. Ezek ilyen... Nem provokatív kérdések, pedig anyád. De hogy kell úgy? Nem, úgy kell, tudod, hogy kell kezelni? Mint szerintem te kezelsz engem, és mint szerintem... De mi barátok vagyunk. Várjál, és mint szerintem én kezellek téged, hogy? Hogy emberileg, hogy tisztellek, szeretlek, és hogyha valakit nem ismerek itt a bárhol, ahol van egy forgatás, vagy nem tudom, nem hiszem, hogy azt mondják, hogy én egy... tiszteletlen, nyegle, ilyen megbízhatatlan, trágár, link szemétláda vagyok, aki azon, hogy hú, menekülj tőle. Nem. Magyarul, ha valaki így kezel, csak azért, mert színész, rendező, ruhás, producer, gyártás, az nem szeretem, az nem jó. Tehát én nagyon... És tök el lehetne mondani nekem, el lehet mondani, figyelj, itt nem voltál igazán jó, figyelj, erre figyelj jobban, emberileg is akár. Szóval tök mindent, halállazán meg lehet velem beszélni. És ugye most egyszer valaki link, vagy nem tartja be, vagy nem ígér, vagy nem szól, vagy az is tök oké, jelzem neki, hogy figyelj már legközelebb, és tök oké. De amikor több egyére, és tiszteletlen, ott sincs nagy baj, csak akkor az nem oké. És abban nem megyek bele egy közös munkába együtt, mert megbízhatatlan, mert nem oké, mert nem tisztességes, nem szeretném azt. Én reklámfilm kapcsán dolgoztam már együtt Bruce Willis-szel, dolgoztam együtt Michele Moroneval, Eva Mendezzel és Megan Fox-szal. Mindenki más. De egészen máshogy viselkedik a vacsora asztalnál egy színész, mint amikor munka van. Tehát amikor munka van, akkor szupersztár. És úgy kell vele viselkedni, mint egy szupersztárral. Amikor vége van, door to door, reggel 8, este 8, utána vége a forgatásnak, egész más. Egész más. Te nem ilyen vagy? Lehet, hogy azt mondják... De szerintem ez a profizmus. Ezt akarom mondani, hogy lehet, hogy azt mondanák az emberek, hogy van benne ilyen. Tehát én azt érzem, hogy ami az én feladatom... Melyiket? Tányért? Ezt? Nagyot? Ami az én feladatom, azt én szerintem bármi is az egy ilyen esetben, azt én szerintem hozom, szállítom, és magammal szemben, ez nem biztos, hogy jó, de 110%-ot várok el. Tehát nincs mese, tényleg maximalista vagyok, nem tűröm el. Tehát de magamtól. Te nagyon jó színész, te is tudod. Szerintem... Ja, vagy igyekszem.
De azt szeretném, hogy aki a másik departmentben dolgozik, mondjuk egy producer, az abban legyen mondjuk csak 90%-osan olyan elvárással maga felé, mint én vagyok az enyémmel, csak 90%-osan. És aki a nincs kisebb, meg nagyobb, ez egy hierarchikus rendszer, de hogyha van egy férfi, aki csak a mikroportot teszi fel, akkor az legyen tiszteletes és profi. Van, aki csak a hajad igazítja meg. Van, aki a hajad megcsinálja. Tiszteletes és profi. Van, aki még tiszteletes és profi. Valaki csak azért, hogy Iván, elfogyott a vizet, kész még? Tiszteletes és profi. Én is igyekszem az lenni. És hogyha valami nem ez, link, nagy pofájú, jaj, nem már, az nem profi, ilyen nincs. Tehát olyan nincs, hogy például ez a producer azt mondja, ja persze, mert elkezded, az aztán lelépsz a pénzzel tőlünk, tehát mint egy ilyen... De ilyen volt. Hát olyan hangon beszélt, hogy azt hittem, hogy egy ilyen C kategóriájú futball meccsnek én vagyok, ahol szotyizunk is. Tehát, hogy ez nem az, hogy szuperszár, hanem így nem beszélünk, ez nem profi. Ja, persze. Na most ez az egyik. Tehát ezt például nem vállaltam. Tehát hogy találtak meg egyáltalán? Hát sokan hív, hogy találtak meg, hát úgy, hogy keresnek, hívnak, és én meg erre nyitott lettem. Azt mondtam, hogy jó, beszéljünk, mert egy éve, két éve keringett körülöttem. És nem akarok elítélő lenni, beszéljünk, most akkor beszéljünk, most mit gondolsz, most mit ajánlasz, stb. De volt olyan most, hogy megkeresett egy idősebb rendező. Bevallom őszintén, azért szerintem ismerem így ezt a filmes szakmát, egy idősebb rendező, filmrendező, nem ismertem, nem is hallottam róla. És elkezdett arról beszélni, hogy ő milyen nagy, hogy ő milyen jó. Az mindig gyanús, hogy elkezd arról beszélni, hogy milyen nagy és milyen jó. Arról tudod, mindig az jut eszedbe, hogy ezek szerint lehet, hogy ő is azt érzi, meg a valóság is az, hogy nem olyan nagy és nem olyan jó. Tehát tudod, amikor a Popper Péter mondta, hogy volt az asztalitársaságnál egy csávó, aki elkezdte mondani, hogy ő hány csajt dugott meg, és ezt is, meg azt is, meg ezt is, meg azt is, meg azt is, egyszer csak így hallgatta a Popper Péter, és Popper Péter is odafordult, hogy uram, mióta impotens? Érted? Tehát, hogy gyanús. És ez a férfi végül le akart velem ülni, ajánlott egy szerepet egy filmjébe. Jó. Azt mondta, hogy de nem lesz sok pénz. Mondom, tudom, nem lesz sok pénz. Nagy játékfilmet akar csinálni. Most forog októberben. Jó, hát semmi előkészített. Most forog. Jó, igen. Már decemberre bemutató. Kinek a helyére? Decemberre bemutató. Mikor vágják? Én nem úgy vágyok, ahogy a magyarok. Én simán egy percet mondta így. És mondtam, hogy jó, akkor, és akkor miről beszéljünk? Hát akkor beszéljünk erről, a pénzről, meg a pénzről. Most elmondom neked, hogy mi van. Erre 7 millió forintom van. És néztem, hogy most ez mit jelent, hogy rám az úgy, tehát hogy kb. Hogy mire? A film. A filmre 7 millió forint. Hát csak a néző, vagy bárkinek mondom, tehát 100 millió forint alatt ma, vagy 200 millió alatt, az egy low budget, és nem az, hogy most neked lenne itt, meg nekem, de az low budget. Hogy 7 millió egy film. És talán azért még mindig leültem vele beszélni. És egy hétvégi tévéshow műsor egy epizódja kerül 100 millióra. Elmondom csak, hogy legyünk, itt transzparens igyekszem lenni. Beszéljünk egy kicsit így a pénzről. És tök igaz, amit mondok. Leült velem az Asztóriába. Az Asztóriánál gyere oda, tudják a pincérek, hogy hol a helyem, gyere oda, majd... Mondta így az öreg, oda mentem hozzá, és mondtam, hogy jó napot kívánok. Hosszan beszélt magáról, hogy ő milyen király. Mondtam, hogy jó, a szerepről beszélünk, hogy esetleg mi lett. És azt mondta, hogy na, ez a szerep lenne a tiéd, vagy ez. Mondom, hát de, bocsánat, de az előbb erre hívott. Hát most vagy ez lesz, vagy az. Ez nekem azt mondta, hogy nem biztos, vagy nem profi. Mondom, ez nagyon zavaros volt, és egy óra után nem tudtam szóhoz jutni. És mondom, hogy oké, nekem mennem kell. Beszéljünk meg, hogy ez most, én ide jöttem, adtam az időm és az energiám, elhittem. Most mi történik? Jó, akkor elmondja, hogy ő, mivel ő sokat dolgozott Hollywoodban, ez egy igazi hollywoodi dolog. És néztem, de megnéztem a dolgokat, hogy ki ő, utána jártam. Tényleg volt köze hozzá, stb. De így nem nagyon jegyzik ma, akiket megkérdeztem a szakmából, nem volt jó véleményük róla, hogy oké. És megkérdeztem, de ez egy furcsa volt, hogy nem is ismertem. És mondja, hogy én nem úgy vagyok, mint a maiak itt, a magyarok. Én hollywoodi szempontból jöttem hozzád. Mondom, jó, köszönöm szépen. Mert tudom, hogy voltál én. Igen. Hollywoodi. Jó? Jó. Mondom, hogy mennyi járna ezért. Beszéljünk a pénzről. Mondom, jó. Jó. Nem tudom, tizenvalahány nap forgatás, ilyen szerep, nem tudom.
Szerinted mennyit ajánlott? Most csak mondok, hogy tehát mik érnek? Tizenvalahány a forgatás, nagy játékfilm. Mennyit ajánlott, Peti? Te jó vagy pénz, mennyit ajánlott? Hát a 10 milliót ajánl, akkor is keveset, de mivel azt mondtad, hogy... Így van. És mennyit ajánlott? Csak ezt azért, mert tudjuk most, hogy körülbelül... Ha 7 millió a film budget, akkor ajánlott egyet. 500 ezer forint. És mondom, hogy... És én is mondtam, azt hittem, hogy hol vannak a kamerák, hogy ez most komolyan? 500 ezer forint. Nem. De mondom, miért hollywoodi? Egyébként miért azt mondtam, hogy jó, köszönöm, de ennyit mondjon még meg. Ez miért hollywoodi? Mert Hollywoodban van az, gondolom neked is nagyon sok pénzed van, mindent a stúdió meg az összes filmeidből sok pénzed van, Hollywoodban van az, amikor már stúdiófilmekből nagyon sok pénze van egy sztárnak, oda jön egy ember, és egy igazi szerelem munkát ad neki oda, amiért azt mondja a sztár, hogy tudod mit? Annyira szeretem, hogy azért nem kérek pénzt. Na ilyen hollywoodi volt az öreg, hogy így jön nekem Hollywood. Tehát nagyon kell már forgatni, nagyon bennem van. Most egyet megírtunk, és azt most lefordítjuk angolra, és van kettő amerikai ilyen producer, aki elvileg nyitott rá. Reméljük, majd ott lesz valami. Én szeretnék egy ilyen mélyebbet, amit itthon is meg lehetne csinálni. Van egy ötletem egy magyar sorozatra is, de nagyon izeg mára minden bennem, hogy valami vagy színház, vagy film, valamit csináljunk, valami komolyat. Valami. De nem talált meg olyan szerep mostanában, amit örömmel vállalta volna? Nem. Mióta nem? Hát ha azt nézem, hogy tulajdonképpen egy éve, még ha amiket forgattam, és azok is olyan sorozatok, ha most legyünk őszinték, beszéljünk nyíltan, azért kevés olyan sorozat van vagy film, vagy azt mondod, hogy hú, ebbe benne kéne lenni. Egy ilyen volt. A Hunyadi sorozat, abban például, abban benne voltam az egyik szerepre az utolsó háromba, ahogy tudom, azt nagyon szerettem volna csinálni, mert az profi. És még volt egy olyan, de az kisfilm, a Tóth Barna volt egy film, amiben a Hajduk Karesz játszott, Mester játszma, az volt a címe, zseniális film volt, és a Tóth Barna zseniálisokat csinált. Tehát vannak ilyen kisfilmek is, amiben nagyon lettem volna, de kevés olyan anyag van, amit legalábbis amit én ismerek, és látok ma, sorozatok, minden, amiben nem amiben elmennék, mert van olyan, amiben elmennék, hanem amire azt mondanám, hogy ilyen kevés van, de megkérdezem téged, mint egy kicsit civil ebből a szempontból, de nem, mert azért ebben a bizniszben vagy. Mi volt az a film az elmúlt egy évben magyar? Mondjuk például, hagyd mondjak egy Netflixet, mint mondjuk ki is írtam egy posztot, mint ez a Menendez Brothers film. Láttam. Vagy a Dahmer, ami most mindegy a műfaj, vagy a vikingek, vagy a vikingek Valhalla, vagy érted? Nekem tehát, amikor... a La Casa de Papel, a nagy pénzablás is top. Oké, okay, na ilyen. Hú, de az a Menendez milyen jó volt. Hülye vagy? Hát az színészet, öcsém, az olyan, hogy elájulsz. Az olyan, hogy na az öregnek üzenem, azt még lehet, hogy ingyen is megcsinálnám. Egy ilyen szerepet. Hülye vagy. Tehát kevés olyan dolog van, akár csak castingra is, amire úgy fölcsillan az ember szem, hogy hú, na erre elmennék. Erre, egyébként majdnem minden castingra elmegyek, nincs is olyan, amire nem, mert nyitott vagyok. Ezzel kell is látod, leültem beszélni. Most például nagyon sokat vagyok külföldön castingon. Tehát most is volt a nyáron, vagy 6 külföldi castingon volt. Ami nagyon jó, és voltak olyan ismert emberek, akiket nézem, hogy miket csinált, meg nem tudom, ami úgy... Tudod, kik csinálnak most jó krimiket? A lengyelek. Lengyelek, biztos vagy benne. Lengyelek, dánok, franciák, németek, spanyolok, angolok... Jó, a spanyolok most fél nagyon jókat csinálnak a Netflixen. Viszont azt figyeltem meg, hogy nagyon egészséges zöld, tehát ez, én azért nem iszom meg, ne haragudj, mert belejtettem valamit, és... Beledobtál egy kenyeret? Szerintem beleesett, vagy muster, vagy kenyer, és nem merem kóstolni. Figyelj, ez az egyik legminőségibb zöldtea, a 2024-es japán zöldtea, és te a csámcsokba belenyomod a fehér kenyeret az zöldtea. A disznók elé gyöngyöt, Peti. Basz meg. A disznók elé gyöngyöt. Parasztnak csokoládé, azt szokták mondani. Na, visszatérve, hogy... Tehát azt figyeltem meg, hogy nagyon odafigyelsz az egészségedre. Oda. De akkor te kérdőjelezted meg azt, hogy én mitől szorongok, mitől félek az elmúlástól, jó, a kortól, az öregedéstől. Róla. Nem, ne kérdőjeleztem meg, megértettem.
igyekszem nagyon figyelni, igyekszem. Tehát én arra jöttem rá, hogy 45 éves vagyok, és már nem vagyok fiatal. Olyan jó lenne azt mondani, hogy fiatal. Nem vagyok fiatal. Én egy középkorú férfi vagyok. Ma valószínűleg az van tényleg, azt hiszem, hogy a 45 az új 35, tehát egy picit van egy ilyen, tudod, férfiba és nőbe is, az 50 az új 40, tehát hogy ma már egy 60 éves férfi, az olyan, mint régen volt az 50. Ilyen tényleg van, bocsánat, szabad ne feled, én beszélgettem dr. Fekete Bálint genetikus hosszú életkutatóval, vannak ezek a longevity programok, és Magyarországon is most már 79 év a férfiaknál, és 81 év a nőknél az átlag életkor. Wow, és az életminőség is javul. Igen. Tehát, hogy ha megnézed nekem, Hajas Laci, 70 éves, milyen állapotban van, snowboardozik, jön, megy. Tehát, hogy valóban én azt gondolom, hogy a 70 nem is az új 60, talán az új 50. Tehát, hogy az elmúlt Igen. 50 évben azért nyilván az egészségtudatos életnek köszönhetően, vagy életmódnak Te mennyi vagy? Én idősebb vagyok, mint te. Te mennyi vagy? Én 49, én azért vagyok. Ahhoz képest nagyon jól nézek. Ilyen 37, 8, 9, 40, tehát ez a range-nek mondanám elsőre. De nem így néz ki egy 49 éves ember? Nem. Tehát ma már szinte mínusz 10. Tehát, a mínusz 10 szerintem sima. És csak mi edünk meg és úgy érzem, hogy 45 éves. De tudod, mi a kemény? Vannak ezek a kék zónák, tudod, mik ezek? Igen, nézem ezeket. És Okinawa. Igen. Tehát Okinaván... Azóta sétálok az nagyon sokat mindenfőn. Az életkor 100 év. Sőt, tovább de azok megyek. Nem úgy élnek, mint ahogy te meg én, nem annyit stresszelnek a hülyeségen. De én most láttam pont egy tudósítást, német nyugdíjrendszer, amikor megalkották, de nem csak a német, nyilván a magyar nyugdíjrendszerről beszélhetnék, de az a lényeg, hogy most a Németországban születendő gyerekek életkorát 100 évre prognosztizálják. Miközben wow. 68-70 év az is emelkedik, mert ugye régen 60 év volt a nyugdíjkorhatár, most már azért megy fel Magyarországon 68-70 év most már Európában, de nem úgy lett kialakítva ez a nyugdíjrendszer, hogy 30 évig eltartsák a nyugdíjasokat. Tehát muszáj lesz még jobban kitolni, mert hála Istennek az életkor, az átlag életkor az folyamatosan emelkedik. Ha csak megint nem nyerünk be egy vírus, mint a Covid, és akkor nem tudjuk, hogy annak milyen kimenetele lesz. Mert vagy majd az oltásokkal ölnek meg bennünket, vagy a vírus ölnek. Esküszöm, főleg mint hipondernek, olvasd el ezt a könyvet, hogy mik vannak, olyanok vannak, hogy elájulsz. Mik vannak benne? Hát például olyan, hogy mit tudom én, hogyha túl sokat vagy feszült, milyen pontosan milyen gyógynövények, miket kell beletenni, milyen áfonyát tegyél bele, alma, hogy préseld össze, puf. Na mondj egy példát belőle. Tényleg mondj egy példát. Tényleg mondok. Tehát esküszöm, tehát nem... Most mondok csak egy példát. Ilyen a mi hátbeállás. De várjál. Szakítás utáni stabilizáló sat. Ezt nem hiszem. Tehát ez nyilván azért van. A szakítás az egy gyászfolyam. Igen, és gondolom olyan gyógynövényeket, és majd mindjárt kíváncsi, hogy nem látom még, olyan gyümölcsöt, zöldségeket olyan formában ad, ami a kibillent hormonjaidat, vagy nem tudom, arra hat. Egy bögre fagyasztott vagy felolvasztott eper, paradicsom vagy koktélparadicsom, citrom meghámozva, petrezselyem, durván felaprított fejes saláta, zöldlevelő saláta vagy vajsaláta, fél zellerszár, és megmondja, hogy préseld össze, és mit csinált, sát, bum, bám. Ezeket naponta inni, nem azt mondja, hogy ettől nem lesz, hanem segít a kibillenésedhez, hogy ez nyilván energetikailag, testileg is kibillensz erre. Segít. Sát a jó álmokért. Tehát gondolom, ami nyugtatós valami, oké. Okay. Gyógyszerek káros hatása ellen. Figyelj, játszunk egy szituációs játékot, jó? Ilyen. Azt csináljuk. Én nem tudok így színészkedni, így gomnyomásra így szerepelni, de mondj valamit. Na, de elmondom, mi lesz. Rúbáld meg. Gyógyító leves. Figyú, felmutatok szavakat. Oké. Okay. Nézd, például, de több ilyen van. Ne! Hogy így kell felolvasnod, vagy add el nekem azt a könyvet abban a stílusban, amit felmutat. Döntsd el, melyik a jobb. Hogy így olvassa, az a legjobb. Jó, oké. Okay. Na jó, figyelj, de több lesz. Több jó. lesz. Na figyelj. Akkor kezdjük. Ezeket a színművészetén voltak ilyenek, meg a felvételiken. Jó.
vagy castingokon. Nem is olvastam még ezt a könyvet. Na, akkor jó. kezd el normálisan, és utána mutatom fel. Hagyjad. Jó. Már ilyen dühösen. Méregtelenítés. Tehát túl azon, hogy a nehéz fémek képesek károsítani a szervezetünket, a vírusok üzemanyagként is működnek, érted? Támogatva a vírusokat azon küldetésükben, hogy az egész testben fokozzák a gyulladást, és így autoimmun betegségeket okoznak. Hát így a nehéz fémek eltávolítása segít a vírus terhelés csökkentésében. Értsd már meg! A vírus terhelés neurológiai tüneteket okoz. A nehéz fémek kivonása segít mind mentális, érzelmi és hasonló elakadásokkal. Hát mind a jóléttel kapcsolatban, mind pedig lehetővé teszi, hogy az elektromosság, az energia, de kurva nehéz szöveg, bazd meg! Jó, oké, mehet. Próbálj beépíteni annyi ebben a könyvben található receptet, amennyit csak bírsz. Próbáljunk ebédidőtől kezdve maximum napi egyszer fogyasztani zsírtartalmat. Ha növényi alapú táplálkozást követünk, hát beiktathatsz egyszer növényi alapú zsírt, avokádót, dióféléket, ezekből készült vajat. Hát magvakat, kókuszdiótól olajat, hát ha fogyasztunk állati eredetű termékeket, állati zsírt is fogyaszthatunk napi egyszer. Hát pulykát, marhát, szardiniát, lazacot. Gondolkozzál. Hát próbálj már naponta 1,8 liter vizet meginni. Szenvedélyesen, bazd meg. Picsába, bazd meg. Nem tudok szenvedélyes lenni. Mert csak az vagyok. De jó vagy. Azt a mindenit. Milyen jól esett, amikor megfogtad a kezem. Ideje felkészüljünk a mostani világra, Peti. Ideje felvegyük a pörgést. Nagyon jó vagy, tényleg gratulálok. Én vannak ilyen szituációs gyakorlatok, azt mondom. Igen, de mondjuk nem ilyen halál nehéz szöveget kell mondani, a hülyeséget. De hát ez igen. Meg hát függ attól, hogy most milyen, mit tudom én, vicceskedve, bohóckodva. Jó. Tudod, hogy mivel láttak, és annyira jó voltál a... Ja, mi van? Nem a 9,5 randi, hanem az előtt mi volt? Amikor ez soha szerelem? Igen. Amikor a ízét játszottad, a kicsit egyszerű, igen. Ilyen társkereső klub vezetőjét. Fú, de jó volt az. Meg aztán mondtam neked, egyszer Spanyolországban voltunk, nyomogattam a tévét, és ott voltál egy filmben. Spanyolul beszéltél, mondom, hogy mi? Hát de most mondta valaki, szinkronizált igen, volt. De most mondta valaki pont, kellett. Hogy a Mr. Bean-nel tudod a... Rowan Atkinson. Igen, hogy ő vele voltam, pont most játszottak, volt egy sorozat, amiben... De találkoztál vele? Igen. Ilyen, minden nap kellett ilyen, tehát nem, olyan volt a sorozat, hogy mint a Derek, hogy mindig megold egy bűnesetet, tudod. És az egyik bűnesetnek az egyik főbb gonosza. Nem is a főgonosz, de talán a főgonosz valamelyik én voltam, tehát ilyen főbb karakter, és nyomoztak utánam, és nem tudom, és egy ilyen junkit játszottam, egy ilyen bőrkabátban, egy beteg, meg ilyen tikkelős. De találkoztatok? Mert azért, mert egy filmben vagytok, nem feltétlenül van. Találkoztunk, pont volt kettő jelenet, ahol vele volt egy, tehát lelőttek a végén, amikor elkapják ezt a csávot, lelőttek, és annak a, nem tudom, hogy hívják, Megrének, az a Megré, annak volt egy ilyen segítője, mint a Watson. Azt nem szóval talán Watson volt, de nem akarok ilyeséget mondani. A Sherlock Holmes. Igen, valami ilyesmi, és az lőtt le, tehát annak a szálnak voltam én, ott ő nyomozott ki, tehát pont a Megré az nem nyomozta ezt a szálat, tehát ilyen értelemben közös
jelenetünk nem volt, de hát amikor ott voltunk a szedben, meg nem tudom, akkor találkozunk, nem volt közös jelenet megírva, nem vele volt, hanem az én krúmmal, az én gonoszokkal, akikkel én voltam, meg akik engem kaptak el, nem tudom. De mondjuk egy ilyen külföldi szuperprodukcióba kik hívnak fel? Van, amikor itteni agentek, magyarok. Van, amikor az én külföldi Los Angeles-i agentem. Van, amikor... Van amerikai agentem? Igen. És most lett egy új. Most pont egy hónap. De hogy választasz ki egy új ügynököt magadnak? Most ők egy nő megkeresett. És úgy akart egy ilyen, utána egy nagyon kedves volt, És utána most akart utána egy Zoom beszélgetést, és akkor már nem annak kapcsán, hogy akkor most akarjon-e vagy nem, hanem mondta, hogy oké, és akkor csak, hogy egyáltalán megismerjük egymást. Az angolod milyen? Egy amerikai filmbe kellene szinkronizálni téged, vagy nem? Ha amerikait kéne játszak, és el kéne hitessem, hogy én egy ott született amerikai vagyok, akkor kéne. De ha mondjuk egy kelet-európai hát akkor bűnözőt, akkor nem. Nem, de az se, de hogyha mit tudom én, német, akkor se kéne, ha kéne francia, kicsit meg kéne azt tanulni, hogy pontosan hogy van, már felvételiszt, vagy castingoltam már francia akcentussal, akkor azt is, de mit tudom, orosz, akkor se kéne. Tehát hogyha, meg ma már Amerika, tehát kimész Amerikába, vagy nézel valamit a YouTube-on, Amerikában élnek, és indiai ilyen-olyan akcentus, tehát ma már az amerikai, nem feltétlenül csak amerikaiak, és egy csomó olyan színész van, aki ugye nem Schwarzeneggertől indult, hogy nem kell amerikai akcentus csak. De ilyen értemben ma már az is változott, hogy most az, hogy mondjuk külföldön legyél, lásd akár a Viggo Mortensen, vagy a Mads Mikkelsen, vagy nem tudom. Tehát nem kell feltétlen, hogy tökéletesen azzal az amerikai, a kalifornia akcentussal beszélj, hanem azért jól beszélj angolul, és nyilván nem fognak eladni, tehát én valószínűleg amerikai elnököt, meg egy amerikai srácot Kaliforniából soha nem fogok játszani, mert azt nem tudnám csinálni akcentussal. Fontos még neked a jó módúság? Fontosak a márkák? Márka benned nem. Még sznobizmus? A márka, tudod miben fontos a márka? Autóban tudom, hogy fontos. Autóban fontos, és miben másban még? Óra? Ha nem vagy ilyen óra. Telefon és laptop. Igen. Tehát én tényleg izé vagyok, hogy tényleg... Órát nem is hordasz. Tényleg Apple mindenben, és a legújabb mindig szinte a legújabb. Meg laptopban is, meg izében, meg autóban. Abban sznob vagyok, bevallom. Még szeretem is. Olyan összekacsítom, az az igazi kocsi. Tehát azt úgy szeretem. Másban nem, esküszöm semmiben. Tehát most milyen ruha, ez azt sem tudom milyen. Tudod, mi a fura? Az, hogy... Nagyon sok motivációs előadót hallgatok, és én nagyon örülök, hogy ezek a motivációs trénerek kicsit kimozdultak abból a régi, begyepesedett, hát talán az ő szempontjukból klasszikus Igen. mondandóból, amikor azt mondják, hogy tensd el, Igen. boldog akarsz lenni, Igen. vagy gazdag. Igen. És Brian Tracy azt mondta, és boldog és gazdag. És ez nekem annyira bejött, hogy most már nincsen ez az álszenteskedés, hogy jaj, nekem minden, nekem nem kell autó, nekem jó a bicikli, a l***azt. Mindenkinek jó, hogyha egy jó autóval tud járni, mindenkinek jó, hogyha világot tud látni, el tud menni, és mondjuk nem stoppal kell elutazni, hanem el tud menni olyan körülmények között. Szóval én azt gondolom, hogy valójában az a jó motivációs előadó, aki az igazat mondja ki. Figyelj, az szerintem pár dolog eszembe jutott erről. Az egyik, hogy mennyire fontos adott esetben a jólét vagy a pénz. Üljünk már át, jó, a magulósat folytatjuk. Kérsz egy jó vizet? Nézd hozott neki. Nem, köszönöm. Majd tedd ide. Ezt a filmet, amit mondtam, hogy ez a idősebb, nem túl alázatos. De miért nem mondod meg, hogy ki volt? Majd megmondom neked. Mert ismerem? Nem, biztos. De Magyarországon él? Magyarországon él, gondolom. Úr fölhívott, ezt mikor álltam föl? Vagy mikor mondtam, hogy nem? Pont a pénznél, de mi ennyire fontos a pénz? Nem az a legfontosabb. Azért voltam ott nála, mert elolvastam, mi az anyag.
meghallgattam a szerepet, és azért kezdtem el vele, furcsa volt már, de azért ültem le vele. De hogy erre azt mondja, tizenvalahány napra, ezt most csak a filmesek értenék, majdnem 20 nap forgatásra, komoly színészekkel, nem tudom, hogy nekem azt mondja, hogy 500 000, az nem. És de közben meg, nem, és de pillanat, várj, de várj, nem még, jutottam még, volna el odáig, hogy, amikor a film költségvetését mondta, én már akkor elmentem volna. Oké. Okay. De még egy befejezem ezt, hogy ha ezt azt úgy mondja, hogy figyelj, nagyon szeretném, hogy elgyere, mindenünk megvan, nem tudok többet, de nézd, és tényleg olyan az anyag, és olyan alázatosan, tisztelettel, mint ember az emberhez, akkor még lehet, hogy meg is csinálom, de azzal a fellengzőssel... De nem csináltad meg. Ennyivel nem csinálhat meg. Egyébként igen. 7 millió forint költségvetésű filmet. Volt egy nagy reklám, ha már pénzről beszélünk, és beszéljünk, egyre inkább be kell azt hozni, emlékszel, amikor az Itály barátom volt nálad, tudod, az Itály meg a Szabó Peti. Igen. Az Itály, hát őnek olyan, mint a testvér lenne, egy nagyon komoly milliárdos üzletemberről beszélünk. 2013 óta kezdtem el vele beszélgetni pénzről egészségesen, mert itt nem beszélünk egészségesen pénzről, és azért akarom, hogy beszéljünk most is akkor egészségesen. Tehát, hogy volt egy színész, és elvállalta egy elég komoly reklámot, Covid körül, és mondja, hogy mondom, hogy na, látlak a tévé, na, gratulálok, hát, kösz. Hát mondom, mi van? Hát ez figyelj, ez kurva jó, hát ez reklámpénz, hát nem annyi pénz, vagy hát figyelj, ez azért elég komoly pénz, hát nem annyira, azért csak kellett a pénz. Hát de mondom, jó, de mennyi? Ha megmondjam, hát mond. Egy nagy reklám, 700 000 forint. Azt tudod mennyi, csak hogy mond, az kb. 7 millió, vagy 10 millió. Igen. Tehát, hogy azt mondja, hogy megcsináltam most 7 ér, és most lehet, hogy az emberek azt gondolnák, hogy úristen, mi nekünk egyszer van egy ilyen reklám, mondjuk 4 évben, 5 évben, vagy hogyha azt elosztod, akkor semmi. Nekünk kell vigyázni a nevünkkel, hogy mi elkoptatott túlzottan, vagy nem. Okosan kell bánni, és amikor valaki egy ismert ember volt, elmegy 700 000, és pont az van, mint te, aki jó bizniszben, azt mondja, hogy te nem teheted meg, és ezt mondtam neki, nem teheted meg, hogy elmész ennyiért. Vagy nem mész el, és akkor éhezel, és kész. Nem teheted meg, és lásd vissza a pénzre. Nekem fontos a pénz. Van, amikor a pénz, az, hogy a pénz miatt csináltam valamit, olyat nem tudok mondani. De olyat, hogy a pénz miatt nem, olyat tudok mondani. A pénz miatt sosem, de a pénz miatt nem, olyan van. És az viszont fontos, lásd magunkat tanítani, lásd önismeret van, ami, hogy ha neked olyan fontos a pénz, hogy nélküle kibillensz, megőrülsz, nem tudod elengedni, az baj. Ha azt tudod mondani, és ezt szoktam mondani akár ilyen előadásokon most, mondhatom a bank nevét, a Raiffeisen Bank fölhívott, hogy a Észak-Magyarország ilyen komoly befektetőinek, aki 400 milliótól 4 milliárdig csinálnak forgalmat nagyvállalatokban, ezeknek a vezetőinek, tartsak egy előadást. Beszélgettünk mindenféléről. És ott nekik is mondtam, hogy ha nem tudod azt csinálni, én is itt vagyok, itt a bankkártyám, ha nem tudjuk azt csinálni, hogy most bármi pénzed van, meg tudod azt csinálni, hogy itt most poénból nyomunk egy reset gombot? Vagy azt hiszem, hogy megőrülsz tőle, és véged van izé. Ha azt mondjuk, hogy itt vagyunk, mondjuk ebben a épületben, vagy itt ebben a kerületben, mindenki megcsináljuk poénból, kis önerősítő gyakorlat? Mehet mindenkinek bármennyi pénz van a reset? Tőlem mehet? Tőlem nem. Igen. Igen. Na most az egy olyan szabadság, mit mond Buddha például? Fontos a pénz? Nem, ez nem Buddha, hogy mondja még, csak amiről beszéltünk. Fontos a pénz? Fontos. Most mondtam el nekem is. De mit mond Buddha? Megtanulni élni az annyi, mint megtanulni elengedni. El tudnám engedni? Ha kéne? El. Ha kéne, el tudnám? El. Van, aki ebben megbetegszik, beletörik, belehal. Van, aki abba törik bele, vagy abba betegszik bele, vagy abba hal bele, hogy mondjuk a feleségét kell elengedni, a gyerekét kell elengedni. Valamelyiket jobban megértjük, valamelyiket kevésbé. Akkor már inkább a pénzt, ezzel egyetértek. És de poénból nem? Nem poénból, egy gyakorlat. Egy gyakorlat. Ez egy lelki gyakorlat. Megcsináljuk, vagy nem? Mert egyébként csak neked mondom, ha most nem tudom, hogy neked összesen mennyi van a számláidon, meg nem tudom, amennyi van, csak már most mondom neked, bármennyi is van, ha ezt megcsinálnád, ha nem, lehet, hogy ugyanannyit, lehet, hogy nem, lehet, hogy többet, vissza tudnád építeni, mert megvan benned a skill, és megvan azért. Tehát magyarul nem kell ezt annyira félelmetesen fogni, meg tudnád csinálni. Akarjuk? Ha nem.
Ragaszkodunk hozzá? Igen. Magyarul ezt a rugalmasságunkat igenis kell fejleszteni. Mi van, hogyha egy háború lesz? Semmi, majd akkor reagálok rá. Mi van, hogyha megtámadnak itt, berúgít valaki, akkor majd reagálok rá. Mi van, hogyha elveszítem minden pénzem? Semmi, majd akkor reagálok rá. Megtör? Kihúzza a lábam alul a talajt? Nem. De még te voltál már olyan szegény, hogy voltam. Na jó, de most az utóbbi 25 évben? Voltam. De nem éreztem úgy, hogy szegény. De ugyanakkor, hogyha kocsim van, akkor már pedig általában van, vagy volt, akkor abban mondjuk sznob vagyok. De mi van, hogyha most ellopják? Hát akkor ellopják. Örülni fogok? Nem. De megyek azzal. Ez a flexibilitás. Figyelj, a túlélési ösztön az szerintem nagyon erős. Ez az. Meg ami nagyon durva, hogy az életben mindent meg lehet szokni. És ez szerintem, ebbe ha belegondolsz, ez nagyon durva. Ha belegondolsz abba, amit akár most itt a viszkisről jutott eszembe annó, de én, amikor most itt néztem a műsort, vagy néztem, hogy itt volt, de bármilyen olyan dokumentumfilmet megnézek a YouTube-on, ahol volt egy olyan maximum security prison Amerikában, és ott volt egy 37 éves csávó körülbelül. Gyönyörű, szép, fekete ember volt, nagyon nyugodt volt, nagyon stabil volt, nem tudom. És azt mondja, hogy 13 éves korába került be, magánzárka 13 éves kora óta, és amikor kiviszik edzeni, akkor is csak egy, mit tudom én, 2 méterszer 3 méteres rácsba, és utána 1 órát naponta, vagy max 2-t, és utána visszaviszik, és így él. Hogy nem örjönksz, hogy nem azt mondja, hogy ez egy gyakorlat, akkor az élet nekem most egy gyakorlat. De meddig lesz börtön élete? Életfotiglos. Akkor minek él? Egy ilyen embernek megváltása a halál. Vagy nem. Ez, hogyha ő ott lenne, nem biztos, hogy ez, ha te ott lennél, nem biztos, hogy ezt érzed. Én azt gondolom, de. Tehát nem tudhatod, mert miért nem voltál Én azért nem állítanám vissza a halálbüntetést, mert nagyon ritka esetekben adnék, hogyha rajta múlhat, nyilván nem adnék, mert nem állítanám vissza. Mert, de ez például egy gyerekgyilkosság, tehát a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket nem tudom egyszerűen feldolgozni. Tehát én most, amikor elolvastam, hogy Sallai Nórának, aki a Jóban, Rosszban, a színésznő balesetet szenvedett és meghalt a kisfén, elsírtam magam. Tehát, hogy én ezt nagyon nehezen, és azokat az embereket, akik a gyerekeket bántják, hogy megölik, azoknak kegyetlenül. De azt gondolom, hogy egy ilyen embernek megváltása a halál. Sokkal nagyobb szenvedés élete végéig bent rohadni egy börtönben, ahol megkapja a magáét szerintem az összes gyermeket és nőket. És te kívánnád, hogy szemed szemét fogad fogni, megkapja a magáét? Én nem tudok megbocsátani. Hogy ott rohadjon és ott annak, aki egy gyereket megöl, én nem tudok megbocsátani. Azt gondolom, hogy sok mindent... Mit jelent megbocsájtani? Szerintem az is, hogy nem kívánni azt, hogy megdögöljön. Igen, azt is jelenti. Szerintem az már önmagában a megbocsátás. Az már valami. Igen. Van az a pont, amikor az ember nem tud megbocsátani. És én mondom, én a gyerekekkel kapcsolatban, és volt ez a karate edző, aki ezt a szegény, ártatlan kisfült felrúgta. Azzal mi történt amúgy? Mert nem mi volt a sztori, hanem mi lett a vége? Mi történt azzal a karate edzővel? Váltat emeltek ellene, kiskorú veszélyeztétel, még nincsen ítélet, de szerintem lecsukják. Meg is érdemli. Figyelj, karate edző, ez egy kiképzett harcművész. Különösen figyelnie kéne erre. És egy edző. És látod, egy gyerekkel, és mondtál egy tök jót, amikor beszélgettünk a felvétel előtt, hogy amikor lementél judózni, azt mondták, hogy a fekete övesekhez menjél oda, mert tud rád vigyázni. Milyen jó, hogy ez eszedbe jutott. Ez most szép ide. Igen, igen, igen. Tehát ez a csáva egy fekete öves. Hát amikor én 6 évesen lementem judózni, vagy apu levitt, hát ha én nem bízhatok. Ki lett a második apám nekem az apu mellett? Ketten. Sőt, többen. Egyébként az Endi is. De az egyik, ha harcművészet, a Misibá, mind a mai napig él, és a Béla mester. Ha a Misibá, vagy a Béla mester velem ilyet csinál, egy életre, nem az, hogy leesek a fejem, nem, olyan lelki trauma, azt... Felrúgott egy gyereket. Ilyet nem csinálunk. Az én gyerekemmel csináltam. Ilyet nem csinálunk.
Velem csináltak hasonlót. Az nem jó. Velem csináltak hasonlót. Hol? Nem mondom neked, hogy 11 éves voltam, és a Balaton lelei úttörő táborban fociztunk. És volt egy nagy darab testnevelő tanár, ezt a Partizánban a Gulyás Márcsán. Ja, igen, lehet. Igen, elmondtam. Onnan emlékszem, és jó is, hogy elmondtad. Elmondtam, és engem is bántott. Már hogy, ütött? Igen. Vagy szexuálisan? Ja, nem, szexuálisan. Fizikailag? Nem, az egy fokkal jobb. Fizikailag bántott, igen. És annyira, hogy én ott összepisíltem magam. Hát megértem. És képzeld el, hogy a Partizánban ezt elmondtam a Gulyás Marcinak, és utána írt nekem a fia. A fia? Nem ő, a fia. Az is szép, de szép. De szép. Neked bántó? És azt mondta, elmondom, hogy mit mondott. Azt mondta, hogy pontosan tudja, hogy én akkor ott mit élettem át. Mert ővel is ez történt. De azt mondta, hogy az édesapám megváltozott. Él még? Él. És egy szerető nagyapa. Teljesen tiszta, teljesen jó. Egy dolog, amit ha de már... De várjál, de én ezért megbocsátottam neki. Én ott a Partizán azért, mert írt a fia. Meg ez nyilván egy trauma, mert én gyerekként... De egy dolgot hagyd mondjak ide. Ha a gyerekem ellen követte volna, nem bocsátom meg, de mert ellenem követte el, ezért megbocsátottam. Hogy... Nagyon erős történet. Én, hogyha beszélek egy emberrel, vagy bármi, vagy mondjuk ilyesmiről mondjuk most beszélünk, én egy dolgot hiányolnék, hogy azt tudom mondani, hogy szerintem te a részedet megtetted-e? Szerintem igen. Ha még úgy azt mondanád, nem igazság, de hát írtad, Peti. De ő, és szép, hogy a fia írt. Nagyon szép. Nagyon szép, hogy a fia írt. De magunk között neki ez nem a fiának a felelőssége. Igen. És a fia nagyon szép, hogy te veled is empatizált, és az apjával is empatizált, és kicsit vétett, tök tiszta, de azért kérdeztem, hogy él? Él. Egy felnőtt férfi, pláne tanár volt, ezért. Hogy nem ír? Ezen az előbb említett ilyen bankos összejövetelen. Volt ott egy tehetős ember, több is volt, mint elmondtam, volt egy nagyon tehetős ember, nagy arc. Minden rendben van. Nézzé, ez van, Ivánkám, jó volt az előadás, na, ülj le ide, beszélgetünk, és mondom, hogy fia van, nem mondom el a nevét, mondjuk legyen Pisti bácsi, ugye 70 év körül. Pisti bátyám, van gyereke? Elváltozott az arca, tele van pénzzel, sikeres. X. Tessék? X. Mondom, hogy gyereke van, hogy X. X. Nem értem. Van is, meg nincs. Hogy van is, meg nincs. Még jobban elváltozott, azt mondja. Kitagadtam. És elmondta, hogy mert nem úgy csinált bizonyos dolgokat, ahogy ő szeretett volna, és többet ivott, és drogozott a kelleténél. Mondom, nevezzük Pisti bátyának. Mondom, Pisti bátyám, egy gyerek. Tudja, mikor iszik és drogozik? Tudja, milyen trauma lehet benne? Nem tudom. Ezért biztos, hogy a kitagadás... Beszélgettünk, oké, és azt mondtam, hogy ha elfogadja, van egy gondolatom. Parancsolj. Mielőtt meghal ön, adja vissza a fiának az apját. Ez így nem jó. Tehát nézzük meg, hogy ki milyen állapotban él, és nem tudom, és nézd meg, nincs ott a fia, és nincs az apja. Erről jutott eszem a te sztoridról. És még egy, hogy te kaptál-e otthonról, családból olyat, olyan félelmet, olyan ütést, olyan bármit, hogy attól pisiled össze magad, és nem egy edző a táborban, hanem a családból jövő? Soha. Én igen. És tőlem nem kértek bocsánatot a családból. De ki ez, aki bántott? Apám. De neki megbocsátottál. Az, hogy hogyan állunk a szüleink felénk történt trauma okozásának a megbocsájtásával, vagy feldolgozásával, az mindig olyan, hogy melyik szinten vagy egyre lejjebb, miket élsz meg. Lehet, hogy bizonyos dolgod azon, hogy nem kaptam traumát. Aztán mész egyre lejjebb, és rájössz, hogy
úristen, nagyon komoly traumám van. Mész egyre lejjebb, azt mondod, földolgoztam már, megint dolgozol, és azt mondod, hogy korán sem. Tehát az, hogy a megbocsátásnak, meg a földolgozásnak milyen szintjén van, az mindig változik, és mindig más. Most, hogy vagyok vele, erről tudok beszélni most neked, az, hogy ezt el tudtam most mondani, ez azt jelenti, mint amit neked mondtál a Partizánban, amikor elmondtad ezt a Partizánban, ezt a traumádat, micsoda, hallgattam, vezettem, ment a fülembe, Peti, és szinte így megálltam, hogy micsoda, hogy a Hajdú Peti egyszer csak ennyire beengedett minket. Ezt a, köszönöm ezt, a, ezt, a, ezt az őszinteséget, hogy ott megnyílik. Ez egy nagyon fontos dolog, de mit jelent? Hogy egy picit ez már fel van dolgozva, hogy tudsz róla beszélni. Tehát nekem az, hogy ezt itt elmondom, egyrészt igaz, igaz. Vagy hazudok, nem? Igaz. Vállalja mindenki a felelősséget. Te most elmondhatnál olyan dolgot, amit én csináltam? Vagy akkor elkezdenék így titkolózni? Nem, beszéljünk nyíltan. Amit hülyeséget csináltam, millió dolgot. Ha itt te fölhozol egyet, szeretném vállalni. Szeretném vállalni a felelősségét, és ha ellened, vagy bárkinek, akkor azt mondom, ne arról, igazad van, bocsánat, igazad van. Mindenki hibázik. Ez a edző is. Egyébként a karate mester is. Az is, akit börtönbe küldenénk. És apám is. Kisebbet, nagyobbat hibázunk. Én azt mondom, ugye van pszichodinamikailag, ha van egy tettes, te is voltál már tettes, mert éppen nem figyeltél oda a gyerekedre, nem így, nem annyira, de mindannyian vagyunk figyelmetlenek, tettesek meg áldozatok is, különböző mértékben. De ha vagyunk tettesek, és azok is vagyunk, akkor bassza meg. Az az alap, hogy azt mondom, hogy figyelj, ne haragudj, kurva életbe, bassza meg, igazad van, nagyon igazad van. Én ezt nem kaptam meg, anyámtól például megkaptam, korrekt. Apámtól nem kaptam meg. És itt van egy csavar. Na de mi van akkor, hogy állsz most a megbocsátással, mondjuk én? Apától nem kaptad meg. Megfogod? Ha most engem kérdezel, ez majdnem olyan kérdés, mint amikor egyszer kérdeztél a múltkoriban, hogy mi van, hogyha soha nem lesz feleséged, vagy gyereked. El tudod ezt fogadni? És azt mondtam, hogy figyelj, igen. És utána azt mind ezeren írtak, hogy ezt így tudod elmondani, még te is meglepődtél. Ugyanez van most egy kicsit az apámmal, ilyen értemben. Mi van, hogy az apám, és azt hiszem sok ember, aki vagy látja, vagy így él, sok, vagy meghalt a szülője, vagy aki neki okozott ilyet, mit tudunk csinálni, mert ők nem kér bocsánatot. Direkt nem kér. Lehet olyan is, hogy direkt nem kér. Mi lehet a másik? Nem tud. Nem tartott. Oké, mondjuk nem tartott. Akkor mit csinálunk? Hát attól még nekem ezt valahogy meg kell oldani magamba. Tehát ilyen értelemben kérdezed, hogy most hogy állok ezzel? Elfogadtam. Ez volt. Ilyen volt. Most, hogy mondtad, és neked volt könnyes a szemed, ahogy meséltél a saját történetedről, éreztem, hogy milyen erős a történet, így figyeltem empatikusan, mert azt érzem, hogy úristen. Erről eszembe jutott, hogy milyen durvát okoz egy fiúnak, baszony, de egy lánynak is, hogy úristen, mit okozunk egymásnak emberek, és nézd meg, benned van. És eszembe jutott az, hogy hopp, nekem meg apám okozott ilyet. Akarta, rossz ember volt, de hogy is. Biztos, nem tudom, mi volt, vagy gondolom, ideges volt, vagy nem tudom, nem tudta kezelni az agresszióját. Anya nem tanította meg? Persze, az sokat ívott. Apja nem tanította meg? Persze, az meg elhagyta, meg az is agresszív volt vele, az is ütötte. Tehát honnan tudja, nem jártunk akkor még apámék, meg anyádék, meg pszichológushoz. Hülyeségnek gondolják. Talán még mind a mai napig sokan a korosztályukban, talán már nem, egyre inkább. De hogy tudna apám kezelni, vagy bárki az indulatait? Nem tudja. Akkor eljár egy keze? Igen. Na, de attól még egy 6-7 éves gyerek megijed, bepisil, mint ahogy te bepisiltél. Csak nekem eszembe jutott a sátod, hogy bassza meg, volt nekem is ilyen. Erről beszélni kell? Beszélni kell, mert ez... Pillanat, egy fontos... Mert ez egy... Muszáj transzparensnek lenni, hogy okoztunk hülyeségeket, és kaptunk traumákat. Ezt meg kell tudjuk bocsájtani? Olyan értelemben meg, hogy kérdeztem neked, mi a megbocsájtás. Én azt mondanám, hogy megértés. Tudok empatizálni apámmal? Igen. Van, amikor az ember elborul. Így a legjobb, ahogy ő ezt kezeli? Most? Nem. Az a legjobb, ahogy akkor kezelte? Nem. De vagyunk ilyenek is. És hogy állok a feldolgozási folyamattal? Elég jól. Tudok róla beszélni. Ha most így elmondod, nekem eszembe jut az enyém, még érzem a fájdalmát. De most meg tudnám ölelni az aput, és azt mondani, hogy itt vagyok, és szeretlek, és persze. De okoztál fájdalmat. És nem baj, ha még nem tudsz elnézést kérni.
Érezted azt, hogy édesapád szeret téged? Persze, nagyon. 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 Nem tudja kimutatni. Én... De sokan nem tudjuk kimutatni. Vagy lehet, hogy veszek neked egy Rolexet. Nem azzal mutatom ki. Vagy szexelni akarok veled, férfinő. Nem azzal mutatom ki. Akkor elviszlek nyaralni. Nem azzal. Akkor mivel mutatjuk? Én mondom, hogy szeretlek. Jó, de csak mondod, de nem érzem. Ezt tanulnunk kell, mint társadalom. Mivel mutatjuk ki? Engem nem bántottak. Jó, nyilván egy-két okon minden becsattam. Igen. Az bántás. Az bántás. De azt mondanánk, hogy apám, nem. Az bántás. Apám... Atyai pofon lehet, hogy volt meg, de nincsen relevanciája, soha nem volt bennem, és soha nem hagyott bennem egyetlen egy pofon sem, ha kaptam is, tüskét. Tehát lehet, hogy a fenekemre kaptam, de nem, tehát hogy erről nem, ezt nem tudom felhozni semmilyen okként. De azt látom hozni, hogy szerintem nem szeretett. Eléggé, és le is zártam vele a kapcsolatot még életében. Nem mondom azt, hogy nem bocsátottam meg, mert megbocsátottam, de életének utolsó 9 évében nem beszéltünk egymással. És... Hogy vagy ezzel most? De hogy vagy ezzel most, hogy nem beszéltél az utolsó 9 évében? Béke van ezzel kapcsolatban benned? Béke. Vannak olyan sebek, amelyeket nem feltétlenül erőszakkal ejtenek rajtad, hanem verbálisan. És ezek tudnak ugyanolyan súlyos sebek lenni. A verbális erőszak is erőszak? Igen. Tehát nem fizikai erőszakkal, hanem verbálisan. Ő most már nincs köztünk, és... És én magamban megbocsátottam. Azt, hogy mondjam, amikor visszagondolok a gyerekkoromra, arra, amikor még együtt mentünk elnyaralni, vagy amikor már csak vele találkoztam, akkor nekem már nyugalom van a lelkemben. Én sem érzek haragot. Tehát én is azt érzem, hogy... De lehet, hogy néha egy pofon megbocsáthatóbb, mint egy olyan verbális atrocitás, ami mélyebb sebet képes okozni. Szerintem, ezt nem tudom, értem, hogy honnan mondod, nem tudom itt most ezt rögtön ezt a mondatot aláírni, de értem, hogy honnan mondod, és tudok vele azonosulni, de nem tudom aláírni feltétlen. De azt mondom, hogy én máshonnan mondok egy más utat, ami nem erről beszél, csak kicsit máshonnan, hogy lehet tévedni, lehet hibázni, lehet kibillenni. Magyarul lehet embernek lenni, de tessék, tehát utána oda kell jönni, és azt kell mondani, hogy átérzem, nem csak megértem, átérzem, hogy mit tettem, és sajnálom, bocsáss meg, elnézést kérem. Mondok egy példát, és nem ilyen komoly kapcsolatoknál, mint amiről mi beszélünk, apa-gyereknél, minden egót és büszkeséget félretenni, hanem baráti kapcsolat. Egy baráti kapcsolat, egy rég nem látott barátomat fél éve nem beszéltünk, vagy 3 éve. És ez csak eszembe jutott, és fölhívtam hangüzenetbe. Nem értem el. És hangüzenetbe hagytam neki, egy ilyen 60 éves csávó, nagyon szimpat, nagyon szerettem, és mondom, hogy szevasz, Pisti, kurvára hiányzol már, hát 1000 éve nem beszéltünk, én mindig én hívlak, mindig hívogattalak, mindig akkor beszéltünk, kérdeztem, hogy van a családod, hogy vagytok, mindig én kereslek, mindig én hívlak, és tudom, egy idő után most valamikor november, decemberben nem hívtalak, kíváncsi voltam. És látod, nem hívsz. És ennyi idő eltelt, és megint nem hívsz. És nagyon sokat jutottál eszembe, de kíváncsi voltam, hogy te mennyit hívsz, és hiányzol, barátom, miért nem egyenlő a kapcsolatunk, miért nem hívsz, miért nem fogsz. Mi a válasz? Emberség és tudatosság. Bármilyen kapcsolati szint. Vissza, látom, 9 perces hangüzi. Na, meghallgatom. Mit vár ilyenkor az ember? Figyelj, szevasz, csak sok... Mit vár? Sok dolog volt, nem azért akartalak, csak nem az volt, én is gondolok, hát nem az van, hanem rosszul gondolod egyébként, én is hívtalak volna. Nem. Mi jött ehelyett? Iván, sok mindent mondhatnék, de mondom, ami van. Igazad van. Igazad van, és bocsáss meg, barátom.
hú, de kurvára nem tetszik, hogy most ezt kell mondjam, mondta, mert mindenfélét mondanék, hogy miért történt ez, de nem tudok semmit, mert bár sokat gondoltam rád, bár millió dolog van, de amit most mondasz, jogos, áll, teljesen igazad van. Bocsáss meg érte. Többször elmondta, tudod, mennyire oldó és felszabadító a korrektség, a tisztasága, egy elnézés, egy bocsánat, és utána beszéltük, és már minden rendben is jött. Nem haragudtam, csak úgy elmondtam valamit, és hogy valaki így reagál egy jogos észrevételre, legyen az érzelmi, vagy bármi, ez csak ennyi. Ez csak ennyi. És annyi minden megoldódhatna, bármi, akár egyébként a politikában, világban, emberek között, hogy figyelj, ez nem volt szép, amit csináltál, Peti, ez most nem tetszett, meg most, amit mondtál, és az, igaz, bocsáss meg, ne haragudj. És már megyünk tovább. Bárki, bármilyen nagy dologgal, hogyha ez a, most nem akarom visszahozni, de ez a karate edző, egy harcművész, ha ő valóban érezné, nem megértené, meg bármit ki akar kerülni egy felelősségre vonást, hanem tényleg átérzi, hogy mit csinál egy gyerekkel, lehet, hogy ővel is csináltak ilyet, hogy mit csinál egy gyerek, ha átérezné, akkor oda menne ahhoz a picihez, hogy édes Istenem, bocsáss, és elmondaná, hogy mi történik ilyenkor, ne haragudj, és ilyet nem szabad, és bocsáss, megölelni. És a... Ezt tehát... képest letagadta. Jó, no comment. Jó, tehát magyarul... Valószínűleg imbecilis, mert nem tudja, hogy kamera felvétel volt, bár mondjuk mindenki tudja, mert bemutatták a tévében. És készültem fotókkal. Közös kép nem lesz rólam meg rólam. Pedig van. Van. Még régről is valami. Jaj, ez nagyon cuki. Tesód. Tesóm. Hány év van köztetek? 4. Nagyon szeretem. És jó testvérek voltatok gyerekként? Nagyon. És most is? Nagyon jó testvérek voltunk. Most nem mondanám. Nem vagytok már ilyen jóban? Vagy nem vagytok napi kapcsolatban? Nem vagyunk napi kapcsolatban, és ő benne is sok düh van, sok harag. Az egész azt család így... felé, mindenki felé, felém is. De miért? Feléd miért? Ő azt mondja, hogy már sokszor elmondta. Ez talán irítség lehet? Ő nincs könnyű élete. Valamelyik tehetségkutatóban. Talán a Voice-ba. De nem biztos, hogy ott, de szerintem ott. Vagy a Megasztárvája volt. És nem sikerült? Nagyon jó hangja van. De nem sikerült? Nem. Nagyon jó hangja van. Tehát nem mondanám azt, hanem, hogy jó, hát nagyon jó hangja. És zenéléssel foglalkozik? Nem tudom pontosan, mivel foglalkozik, és már látom magam előtt, hogy kapok egy SMS-t, hogy ilyen nagyon dühös SMS-t, hogy miért beszéltem róla, és határátlépést követek el, úgyhogy nem akarok róla beszélni, mert nem akarom kihúzni a gyufát, és hogy rosszabbul legyünk, mint lehetnénk. Jaj, de jó! Na, itt ki voltam pattintva, öcsém? Igen, de kik vannak mellett? Nem voltam kipattintva, úgyhogy igen, hát olyan a karom, mint a csuklót. Hát olyan, mint most. Ez a középen nem tudom, ki van, valami csajozhattunk valakivel valahol, de a mellettem ez a Szigeti Feri nevű egyik legjobb barátom. Mai napig? Ma beszéltem vele, pont ma írtunk egymásnak. A nem színművészet, hogy a gimnázium második óta ismerem. Nagyon sokat túráztunk, nagyon sokat mentünk hegyekbe, mindenfelé országokban, nagyon sok túra, nagyon sok igazi mély beszélgetés, nagyon jó lelkű, nagyon aranyos fiú. Kasszanova? Az én vagyok, de milyen, ez hol van? Várjál, ne segíts! Nem emlékszem. Szerintem a főiskola után. Ja, igen, főiskola, igen, de ez főiskola, igen. Főiskola ez a színművészeti. Lehet, igen. Most igen, már egyetem. Igen, itt akkor. Itt azt hittem, hogy felnőtt vagyok, meg nagyon komoly. Hát sok harag és fájdalom van a szememben. Itt már elindult a bulizás, meg minden. Hát, de gyerek voltam, micsoda gyerek ez. Az első nagy lehetőséget kitől kaptad, miután ki? Az első nagy lehetőséget érdekes módon, vagy azért érdekes, mert hogy máshonnan halljuk sajnos a nevét, a Gotár Pétertől, tudod, ebből az egész MeToo-s izéből hallottuk elmosva lenni a Pétert.
olyan szempontból teljes joggal, ez a magánvéleményem, mert azért megengedhetetlenül bántott emberekkel, amiket csak én láttam, de velem mindig kedves volt. És az első nagy esélyt nekem az életemben ő adta, észrevett, hogy ebben a fiúban, a Magyar Szépség című filmben, ami nyert is az, akkor ilyen a legjobb filmdíjat a Magyar Filmszemlén, vagy nem tudom akkor mi volt a neve, ott az egyik főszerepet játszottam, az volt a neve, hogy Bringás, egy autista, sérült fiú, nagyon zárt, belül autista. Fú, de nehéz szerep. És azért kaptunk díjat. És az, az, és az meglátta. Igen, főiskola és az, után? Igen, és főszerep, és meglátta bennem. Aztán és a tanárommal, akkori tanárommal és mesterem, és nagyon jó, még most is mesteremnek tartom, és nagyon jó, szinte már barátibb a viszony, de nagyon tisztelette, és a Máté Gáborral, a Katona József Színház igazgatójával, nagyon nagy ugye, színész, rendező, ő vele kellett együtt játszak. Nagyon sok jelenetem volt együtt, és már még negyedéves volt, utána jött a negyedéves voltam, és már nyár együtt forgattam a Gáborral. Miért nem hívva Máté Gábor téged a Katonába? Jogos a kérdés. Valószínűleg azért, mivel sokat beszélgetünk a karrierről, tudja, hogy ebbe a, abban a rendszerben, ami ott van, vagy amit a katona elvár, hogy akkor oda be kell menni, mint tudom én, havi háromszor, négyszer, ötször, amennyit játszik egy előadás, és ott nincs az, hogy most én elutazom, vagy most ezt csinálom, vagy most azt csinálom, vagy beszéljünk, ott nem tudnak igazodni hozzám. Az egy tényleg egy legprofibb értelemben mondom, az egy nagyon komoly gyár, de profi, tényleg profi, tehát amit, hogyha BMW gyár, tehát ez halálprofi, és ott nincs, tehát ott egy alkatrésznek nagyon pontosan kell működnie, nem tudnak egy kicsi alkatrészrehez igazodni, és én valószínűleg lehet, hogy már szabadabb vagyok, vagy öntörvényűbb életet élek, mintsem, hogy ő le tudna oda cövekeltetni, vagy elhívni, de nem biztos, hogy igaza van, hogy már olyan lennék. Lehet, hogyha egy olyan darabba meghívna egy olyan szerepre, lehet, hogy elvállalnám, lehet. Hát ugye ott voltam katonában évekig, és utána még utána is játszottam, és utána egyszer csak, még utána vissza is hívott a Jazztetés című darabra, és utána egyszer csak úgy elindultam, és szárnyaltam jobbra-balra. Most mondom, most tényleg érdekes, egy ilyen fél éve nagyon hiányzik a színház, nagyon éhes vagyok a színházzal, és nagyon hiányzik a film, és nagyon éhes vagyok, egy jó film, azért is írunk, de nyitott vagyok meg mindent. Meg fog találni. Mint hogy megtalált a szabadságszerelem is. Szabadságszerelem. Muti? Csányi Sanyi, látod ott a hátul? Na, látom, igen. Kolovratni Krisztián. Látod? Igen, ha persze. Szécsi Bulcsú. Erre a filmre Andy Vajnak ért fel? Erre a filmre a Kata, mert ismertem a Katát a Margitról, a, nem színművészet, hogy jövök, a Földesi Margitról, Tanoda, vagy nem tudom, Színjáték ország, nem tudom, oda jártunk, és a Kata, ott játszottam ilyen amatőr darabokba Katával, és egyszer csak Amerikában voltam, és ott írt egy e-mailt, hogy ők ott vannak az Andyvel, akit úgy ismertem, hogy tudtam, hogy ő ki, és hogy az Andy látni akar, és hogy ha én is itt vagyok, most hallja Los Angelesbe, be tudok eljönni az Andy irodájába, a Synergybe, és akkor bementem. És ott volt az Andy, és azt mondja, hogy figyelj, hallottam rólad, és adnék neked egy forgatókönyvet, olvasd el ezt a szerepet. Aztán. És akkor azt hittem, hoppá. Elolvasom, és mondom, hú, ez kurva jó. És akkor azt hittem, hogy na, ez így megvan, megvan. És mondja, hogy na, akkor, hogyha tetszik, akkor erre kéne majd castingoljál. Igen. És akkor ugye azt hittem, hogy odaadja, hogy azért adja így. Nem, és akkor úgy végig kellett menni egy három körös castingon a Goda Krisztával, akkor mutatott be a Krisztának, és az első castingot még videón csináltam meg az Andy Vajna nappaliából. És akkor... Mi volt a feladat? Hát ott valamilyen jelenet az a szabadságszerelemből, aztán ott tovább mentem, akkor az utókövetkező castingra már a Krista hívott itt Magyarországon, és akkor utána ugye az érdekes, elmehetek azért a teáért? Persze. Mondok egy sztorit, egy nagyon érdekes sztorit fogok mondani. Mondhatom, mert ez elég erős lesz. És most lehet, hogy itt megborítgatok sok dolgot, de az Ervin, Nagy Ervin, az utóbbi időben, miközben én nagyon szeretem, most is találkoztunk és megöleltük egymást, mert én nagyon szeretem őt, de az utóbbi időben
Nem egyszer hallottam, fölhívtak engem, a Kriszta is fölhívott, többször beszélünk a Goda Krisztával, meg többen kerestek, hogy nem egy nyilatkozata után, amikor azt mondja, most azt hiszem a Partizánban is, hogy az Endi Vajna őt választotta ki a szabadságszerelemre. Még ha igaz is lenne, hát ilyet, profi, nem mondunk ilyet. De hát, hogyha belegondol az ember, hogy mondja Kriszta, hogy írja nekem, hogy Iván, hát ha még egyszer, és most lehet, hogy nem kéne ezt elmondjam, de mindegy, de mert igaz. Tehát az Ervin beszél róla, akkor mi is beszéljünk. Hogy de hát nem így van. Hát és mondja az Ervin, hogy, mert hogy az Endi Vajna bejött a Zsámbéki Gáborral beszélni, hogy hogy lehet kikérni az Ervint. Hát de ha van aki, ahogy most elmegyek egy castingra, megkérdezik, hogy mikor érek rá, ráérek-e ezeken a napokon. Ha nem, megpróbálnak egyeztetni, de az nem azt mondja, hogy én vagyok az, hanem azt mondja, hogy egyáltalán gondolkozzunk-e benne, vagy nem. És például a kincsemre, ugrok egyet, a kincsem szerepére, amiben ugye Ervin kapta meg, és zseniális volt, és neki kellett megkapnia, és tökéletes volt benne, és senki más nem lehetett volna benne. Ez olyan, mint hogyha én tudom, hogy az Endi Vajna meg engem akart oda, de hiába akart az Endi Vajna engem, és a Herendi Gábor joggal mondta, hogy ne add nekem a Fenyő Ivánt, nem érdekel, és harcolt az Ervinért, a saját emberért. Szerintem nagyon jól teszi, függetlenül, hogy az Endi Vajna engem akar. Tök mindegy. Nincs igaza az Endinek. Ne te szólj bele. Kit akar az rendező? Na de ezek után én nem megyek el, most elmondom, mert most erről beszélünk, de én nem megyek el, csúnya szót mondok, haknizni jobbra-balra, hogy a kincsemben is majdnem én voltam, és mondjam még az összes Dancing with the Stars, az összes műsort, amit helyettem a szerepet, amit a Győző kapott meg, amit a Huyber Feri kapott meg, amit az Ervin, tehát mondjam, nem mondom, mert nem elegáns. Most csak ez jutott eszembe pont erről. Tehát magyarul, még ha igaz is lenne, de kettő... Hát a szabadság szerelemben... De várj, el akarom még te mondani. Te játszottad a főszereplőt és a Nagy Ervin azt állítja, hogy ő kapta volna ezt a szerepet. Igen. De hát ha az igazság az, ha már... És ezt erről beszéltem eddig, hogy még ha igaz is, nem beszélünk ilyet egy kollégáról, nem elegáns. De hát, ha pláne nem igaz, hanem az, hogy de figyelj, ott volt a Sanyi is a főszerepre, ott volt a Nagy Zsolt is, ott volt az utolsó körökben, ott volt az Ervin is, és ott volt a Fenyő Iván. Az Ervin miért volt? És ha már nyíltan beszélünk, ne legyenek titkok. Miért nyomta az Endi Vajna is? Mert a Kata nagyon szeretett volna az Ervinnel játszani. A Kata az Ervint szerette volna. És a Kata az Endivel volt pár, és nyilván érthető, hogy mondja, hogy játsza, ő játsza. És akkor a Endi mondta Krisztának, hogy nézzük meg még egyszer az Ervint, mert a Kata megnyúzta, és jót akar tenni vele. És a Kriszta mondta, hogy nem, köszi. Megnézte, oké, leszervezték mindenkinek, a Sanyinak is, a Nagy Zsoltnak is, az Ervinnek is, és nekem is, hogy körülbelül mi a ráérésünk. De attól még megnézik, hogy mi a ráérésed. Lásd, elmegy az Endi a Zsámbékihoz, hogy kikérné meg. Ez nem szerint, hogy őt választotta, hanem mindenkit letapogatnak. Ki döntött a végén, akit lett? A rendező ugyanúgy harcolt az Endi mindenkivel, és rendező döntött, Goda Kriszta, az Ivánt szeretném. És az Endi Vajna azt mondta, hogy rendben, te fogod rendezni, ha hiszel benne, én is jónak gondolom, de ő is lehet jó, meg ő is legyen ő. És, de akkor nem kell azt mondani utólag, meg lenyilatkozni, hogy én lettem volna. Nem, nem te lettél volna. Te is benne volt az utolsó körben, mint én is. Ezzel nem elegáns sztorizni, mert akkor mondom, én is mondhatom, hogy a Hunyadiba, akit most játszott, és tudnék ilyet mondani, de nem mondom, az egyik komoly szereplő, ott mondtam is, hogy ott az utolsó háromba én is benne voltam. De az nem azt, hogy én lettem volna, hanem úgy a pontos, hogy én is benne voltam az utolsó háromba, de ő lett. Teljesen oké. Hát ha majdnem én lettem a kincsem, hát majdnem én lettem, ha a Herendi engem akart volna, és hogyha az lett volna, amit az Endi akar, és semmi, de nem az lett, és nem nekem kellett volna azt eljátszani. De akkor aki megkapult egy szerepet, és ő játszotta, teljesen oké. De nem mondjuk arra, amit nem is kaptam meg, és nem én játszottam, és nem is volt ott, olyan értem, hogy a kiválasztva, hanem az utolsó körbe volt. Arra már annyira ne legyünk ízik, hogy ezt is én kaptam volna meg. Nem, azt nem te kaptad volna meg, és nem kaptad meg. És ezt csak arra jutott eszem, hogy talán az egy érdekes betekintés ez, és akkor már nyíltan elmondani a mindenkinek, hogy
A Krista már mondta, hogy na még egyszer lenyilatkozta ez az Ervin. Hát még egyszer lenyilatkozza, esküszöm, én fölhívok valakit, és elmondjam én, mint rendező, hogy nem, sosem voltál kiválasztva rá. És azt mondom, hogy hagyd a facba, Krista. Tehát, hogy de nem elegáns a nézőknek mondani, azt is én kaptam volna, nem kaptad volna meg. Ez semmit nem jelent attól, hogy ettől nem lesz rosszabb színész az Ervin, mert egy nagyon jó színész, egy nagyon tehetséges, nagyon aranyos gyerek. Nagyon szeretem, most találkoztam vele, megüleltük egymást. Tök ezt, tök véletlenül lásd, mint egy ilyen elrejtett valami most eszembe jutott a képről. Tehát aki megkap valamit, az úgy néz ki, hogy megkaptad, és ott van, és szerződtetnek, és ez a megkaptad. A színházi világban és a filmes világban mindig azt kapja meg, akinek meg kell. A Veszettek című, tehát az Al Pacino nem vállalta el a Star Wars egyik szerepét. És azt mondja, hogy de hülye vagyok, mennyi pénzem lett volna, pedig felajánlották nekem, nem én vállaltam. Ő neki már felajánlották, de mégsem ő kapta meg, hanem ő. De az Ervinnek például, ha már őt föl sem ajánlották ezt a szerepet, az más, hogy benne volt az utolsó körben, mint esélyesek. Az teljesen igaz, de akkor ezt mondjuk, mert így tiszta és így igaz. Igen, érdekes ez az élet, igen, igaz? Érdekes, hogy, igen, hogy csak hogy nem szándéknyilatkozatokra adják az Oscar-díjat, hanem teljesítményre. A szabadság szerelembe, már pedig a te teljesítményed. Hát, igen, és amikor azt kérdezik, hogy például, mert sokan kérdezik ugye ezektől a 4-5 magyar ilyesmi filmes színésztől, hogy mondjuk tőlem is, hogy és azért pedig a Kincsemben milyen jó lettél volna, és mondom, tök mindegy, hogy mi lettem volna, tökéletes volt az Ervin, és az Ervinnek kellett játszani, és az az övé, és pont, és semmi, és a Hunyadiba azért, annak az kellett lennie. És azért, annak az kellett, én olyan könnyen el tudom engedni, mert ez egy verseny, azt válasz neki, téged akkor. Jó, és már én megyek is le, mindent elkövetsz, és megyek. De amit én kaptam, arra nem mondja már más, hogy azért lettem volna. Amikor se a producer ezt nem erősíti meg, se a rendező nem erősíti nem, meg. Nem, tök igazad. Tehát, hogy azt már akkor nem mondjuk annak, mert nem is elegáns. Azon kívül, hogy nem igaz. Na, igen, következő. Megyünk tovább, barátom. Te egy Oscar-díjas van a képen, sajnos nem te. Igen. De Adrian Brody. Itt lehet, hogy egy Oscar-díjas, itt lehet, hogy két Oscar-díjas. Nem. Figyelj, itt az Adrian Brody-val és az Evan Jones nevű jó barátommal. Az Evan-t innen jobb oldalra, de nekem bal oldalra állót, őt a Jarhead-ben ismertem meg az amerikai filmben, amikor együtt forgattunk, együtt lehúztunk fél évet, mint tengerészgyalogosok, és egyszer csak láttam, kiválasztottak itt egy szerepre, megint hívott az agent, hogy itt van egy szerep, Adrian Brody, és egyébként ő vele fog játszani az Evan Jones, mondom, az Evan haverom. És itt volt az Evan, és mondom, szem az is, itt Magyarországon találkoztunk, ki gondolta volna az Adrian Brody-val. Hát itt ebben például feltűntem egy fontosabb ilyen, egy jelenetben egy fontosabb szerep volt, de ebben például ez azon filmek egyike, amiben semmi szövegem nem volt, vagy csak egy kevés. Tehát itt azt hiszem nem is mondtam semmit. Míg mondjuk az a Megrés, amit előbb mondtam, ott például volt, vagy volt olyan, ahol egy komoly improvizációs jelenetet kellett eljátszani az egyik nagyon komoly angol színésznővel. Tehát érdekesek ezek a külföldi filmben levő szerepek. Itt például ez egy jó szerep volt, vagy például az a Wallenberg, amiben láttál, ott is voltak komolyabb jelenetek. Ez fontos jelenet volt, ide akartak egy jó színészt, de azt hiszem, itt nem is mondtam semmit talán. Ez a kép nagyon érdekes. Az nagyon érdekes. És érdekes nekem, mi a történet ennek a kép? De várjál, érdekes nekem, hogy neked miért érdekes. Miért mondod, hogy nagyon érdekes? Mert jó szemmel mondod, hogy ez nagyon érdekes. Neked ez miért nagyon érdekes? Mit látsz ebből? Azt, hogy Fenyő Ivánról szól egy előadás, és ezt az előadást elolvasva a plakáton, mert ez egy plakát, igen, a plakáton szereplő feliratot, az látszik, hogy a te volt főiskolás osztálytársad, igen, 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 igen. Ez megvalósult? Megvalósult ez az előadás. Nem túl kellemes élményeket hoz elő, de azóta minden élmény, vagy minden gubanc, amit még volt, mindjárt elmondom, az kioldódott. Tehát itt például nagyon jobban vagyunk újra mindenkivel. Ő a színművészeti osztályom, akit talán az egyik legfontosabb közösség volt az életemben, és imádtam őket, és most is úgy érzem, hogy testvérek. És annyira érdekes, amit mondasz, én a Külkerre jártam, most már BGE,
és nekem nem az a közösség volt a legerősebb, hanem a gimnázium. Hát itt mi éjjel-nappal, reggel 8-tól, éjfélig szó szerint, szombaton, vasárnap csak 3-4-5 órát, az volt a rövid, 4 évig, húgyban, vérben, sárban, mosolyban, szerelemben, szexben, dühben, derűben, mindenben. Hát az a legmélyebb. Horva István és Máté Gábor irányítása alatt a legszuperebb mesterekkel csodálatos dolgokat éltünk meg, és utána, amikor végeztünk, akkor elkezdtünk játszani mindig a zsámbéki ilyen ott a fönn a rakétasilóknál, és mindenféle előadásokat játszottunk évente, és jöttek ránk, és kurva nagy siker volt. És az egyik, azt hiszem talán a Zsuzsa, vagy valaki kitalálta, de ez nem biztos, hogy ő, hogy ja, ne vagy te lehetető Gábor, hogy csináljunk ugyanúgy évente valamit, de nem mindig valamit kitaláljunk, hogy most miről, hanem mi lenne, hogy csinálnak mindig magunkról, és minden évben valakiről. Jó. És akkor elkezdtük, az első lett a Járó Zsuzsa, utána lett a nem tudom ki, talán Kovács Patricia, vagy a Szanner Anna, nem tudom már, mindenkiről lettek előadások. És eltelt egy év, két év, három, minden évben. És ezt csak azt éreztem, hogy én azt éreztem, hogy automata kezd lenni az egész, mert nincs az a szeretet köztünk, hogy már csak így ledaráljuk minden évben. És ezt csak azt mondtam, hogy figyelj, én azt nem szeretném csinálni. Mindig az egy nagyon sok jelenetem volt, jó szerepeket játszottam, egy húzó neve voltam ennek az osztálynak, nem csak a híresség, hanem jó, szakmailag jó voltam ott. És imádtam őket, és ők is engem. És ez csak derültékből villámcsapásként érte őket az a hír, hogy egyik augusztusban az egyik előadássorozat után azt mondtam, hogy én szerintem ezt nincs kedvem tovább csinálni. És mindenki, hogy mi van? Tehát mintha én nem hiszed el, mint a feleséged olyan, hogy vége. De miért? Mert azt érzem, hogy már nincs köztünk az a szeretet. És mindenki joggal akár, vagy véltem, vagy fölháborodott, hogy milyen szeretet, hogy nincs, de miért? És azt érzem, hogy nem. Ez már nem az. De ez követően volt? Ez előtt. És utána lett egy feszültséget köztem és az osztály között. És azt mondták, hogy attól még ők ugyanúgy meg fognak engem csinálni, ha én jövök. És akkor egyszer csak sorra kerültem, én már nem szerepeltem az utolsó 4-5 darabban, egyik emberekről, és akkor eljött az enyém. Jött kalap, húzás, utolsó évben mindig húztak valakit, augusztusban utolsó előadáskor, jövőre kit játszunk, Fenyő Iván, és akkor jövőre téged fogunk megcsinálni. És akkor mondtam, hogy jó, hát azért ott szeretnék lenni, hogy most mi hangzik el rólam, itt viszonylag ismert ember vagyok, azért nem tök mindegy, valamit csinálunk, hát megírják az újságok, ott bulvár, tehát azért figyelni kell, hogy valami védelem kell, hogy ez egy teljes hülyeséget, vagy rossz, vagy, tehát, hogy azért mi történik itt rólam. És nem feltétlenül olyan jelenetek jelentek meg, és nem feltétlenül olyan színben, ami egyrészt akár azt mondom, hogy igaz, vagy egyrészt, ami talán jóindulatú, ezrészt, ami én úgy jogosnak éreztem volna, vagy hogyha rólam van egy darab, azt szerettem volna, hogy az legyen. Hanem akkor kigúnyolták azt, hogy én ilyen spirituális lettem, fura vagyok. Kigúnyolták? Én úgy éreztem, maradjunk ennyiben. De szerintem ebben benne volt az ő jogos, érthető az ő részük, és dühösek voltak, hogy miért szállt ki, és volt bennük egy sérelem. És ez ott úgy voltál, amikor bemutatták? Ott voltam a próbákon is, és amikor a próbákon voltak olyan jelenetek meg úgy, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném. És egy idő után mondtak, hogy hát nem az van, hogy most te mit szeretnél, mi csináljuk, amit mi hozunk, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor ez a gyerekek, akkor ez nem adom így, vagy nem mondtam, hogy nem adom a nevem, hanem azt mondtam, hogy akkor én ezt nem akarok ebben így részt venni. Jó. És annyira tüdőhös lettem, meg feszült, hogy ott akkor lebetegedtem. Emiatt? Hát az egész miatt igen, megviselt. És akkor utána volt egy Fenyő Iván című előadás, ami szerintem egy nagy szar volt, és kurvára nem azt adta, amit lehetett volna, ha már tényleg rólam csinálunk egyet. Akkor legyen a másokkal kapcsolatban is előfordult az, hogy megbántották szerintem ezen előadásokat? Nem. Csak veled? Velem sem direkt, és lehet, hogyha objektíven ők azt mondják, hogy hát nem bántottunk meg. Akkor azt mondanám most is, hogy jó, lehet, hogy szerintetek nem, nekem mégis bántó volt. De mi érzem, mi rosszul esett? Hát már nem emlékszem, mert tényleg régen volt, és utána ez a fontos, hogy
utána olyan szinten közeledtünk, meg volt az utolsó előadásunk, meg volt az Adél volt az utolsó, utána ott volt egy nagy ölelkezés, én is az osztály, és együtt voltunk újra, és utána összejöttünk, és utána volt ilyen, már nincsenek előadások, de összejövünk nyaranként, vagy összejöttünk tavaly nyáron beszélgetés, hogy mintha az egész kioldódott volna, mert nem is emlékszem, kitöröltem, nem fontos, de őket ugyanúgy szerettem. Tehát ilyen értem, most felhúzódott egy dolog, megkérdezted, de kurvára nincs már jelentőség. Semmi rossz érzés nincs bennem velük, nagyon szeretem őket, és mondom, a legfontosabb közösség nekem. Kár, hogy ilyeneket nem csinálunk már még velük, csinálhatnánk jó kis előadásokat. Ez hol van? Ez nálam? Várjál, ezt mindjárt megnézem. Várjál, ne áruld el azt. Ez szerintem ott van, ahol most lakom, de nem vagyok benne biztos. Szülinapomkor? Nem tudom. Ez ott van, ahol most lakom, szerintem. Én azt gondolom, hogy ez elképzelhető, hogy neked volt egy fénykonferencia című rendezvényed, és lehet, hogy ez annak... Sokkal idősebb vagyok, ez mostanában történt, ez a teraszomon van. Miért a fénykonferencia pár éve volt? Hát a fénykonferencia 2016-7. Olyan régen. A fénykonferencia az jó volt, ott összehívtam 5 fellépőt, és ott ilyen fejenként, vagy előadásunkként, vagy konferenciaként minden évben volt egy, volt 3 ebből, és olyan 3-4 vagy 500 embert les közönség volt. Olyan ilyen edukációt és napot akartunk, és csináltam végül is az embereknek, ahol olyan, mit tudom én, Jakubcsek Gabriella beszélt, én már nem tudom miről, ami egy fontos témáról. Az Itály barátom beszélt, hogy milyen fontos úgy a pénz, hogy ő közben meghalt, látta kívülről magát, és mégsem ez a legfontosabb a pénz, de mégis, ha jól kezeled. Itály meghalt egyszer. Meghalt egyszer, igen. De miért? És látta kívülről magát. Szív. Igen. És látta kívülről. Igen. És utána megváltozott az egész élethez, az egész bizniszhez az izéje. Azt mondja, hogy lassítani kell, és nem annyi, és nem ez a legfontosabb, stb. Vagy például, nem is tudom kik voltak ott, Kassai Lajos beszélt a stabilitásról, egyenességről, a, nem tudom már kik voltak, a Bíró Bence, most már pszichológus, és a Borsos Bence barátom beszélt, hogy a fiatalok és a tudatosság, valaki beszélt az önismeretről, mondom, 3 ilyen konferencia volt, már nem is emlékszem, hogy nagyon sok ember volt ott, ilyen spirituális tanítók, gyógyítók, pszichoterapeuták, ilyen felnőtteket edukáló és önismeretet terjesztő és pszichológiai előadások voltak. Hm. Jó volt, kár, hogy nem csinálom, lehet, hogy kéne csinálni. De miért nem csinálod? Mert sok minden más csinálok, és már 1000 felé vagyok. Mi az, amit a legjobban szeretsz? Forgatni. És ami most van azok közül? Azok közül nagyon szeretem, most van 2 csoportom, közel 300-an vagyunk a csoportjaimban. Van 2 online csoportom, az egyikben hetente felolvasok különböző tanítók, pszichológusok, pszichoterapeuták, megvilágosodott mesterek könyveit, és azokat magyarázom, és beszélünk rólam, mint egy ilyen tanulókör. És ott vagyunk 170 valamennyien, minden szerdán 4 éve, online ott vagyunk, tehát ez elköteleződés, és minden vasárnap este 8-tól vagy 9-től meg meditálunk ugye egy másik csoportban. És ez a két online meditáció? Igen. És ez a két csoport, a tudatosságivannal.hu weblapomon ott jelentkeznek rá, és ez a két csoport, ez a tudatosságivannal kvázi közösség, most már ott tartunk, hogy már másfél éve minden hónapban egyszer van egy csoport találkozó. És ezekkel összejövünk, egy nagy termet vagy egy nagy házat bérelek, és ott beszélgetünk. Játékok vannak, pszichológiai játékok. 170 ember egyszerre? Egyszerre. A legtöbb, aki eljött, az mondjuk ilyen 50-60 volt. Az átlag, amikor vagyunk egy olyan 35-45-en, a legkevesebb volt, amikor 25-en vagyunk, vagy 22-25-en. Ez a Gyere fel Ivánhoz? Nem, ez nem a Gyere fel Ivánhoz. És itt minden havonta találkozunk, ez cserélődik, ez a, mit tudom én, közel 300 emberből mindig ott van, éppen aki ott tud lenni. Mint amikor tudnád, hogy figyelj, minden héten szombaton, vagy minden hónapban szombaton ott vagyunk, ha van kedve, gyere, és akkor oda jönnek. És ott dolgozunk, játszunk. És tök idegen emberek. Hát nem, akik benne vannak ebben a csoportomban.
De ilyen értelemben tök igen embereket. Nem a barátaid. Nem a barátaim, igen. És egyszer csak jönnek emberek, aki azon, hogy 3 éve követlek a csoportban, de ezért jó, ezért tanultam ki a csoporttalálkozót, hogy találkozunk személyesen, így már van igazi kapcsolat is köztünk sokukkal, és itt vagyunk egy közösség, amit teremtettem, de hogy igazából vannak olyan emberek, akik azon, hogy én már 3 éve itt vagyok, csak ja, mondom, nem is tudtam összekötni a nevet, te vagy a, nem tudom milyen né, nem tudom kicsoda, vagy te vagy az Kalmár, nem tudom, aha, jaj, de jó, így ismerlek, mert úgy mindig látom a nevét. Ez az egyik. És amit a Gyere fel Ivánhoz, az más, azt havonta, 2 havonta tartom, ott kaját adunk az embereknek, többfogásos vacsora, csodálatos, ott... Ott mi? Hány ember a befogadó képességet? 30-35. 30-35 emberre kaját adtok? Igen. De és jó. Akkor ott... És akikkel ott beszélünk, az mindig egy gyógyító, egy tanító, egy tudós, egy pszichológus, egy pszichoterapeuta, egy gyógyító. Most például, mit tudom, és Schwab Richard. Ő lesz most? Igen. Vagy lesz egy indiai, komoly, diplomás, ajurvédikus orvos és gyógyító. Egyébként itt van egy hatalmas gyógyító centere, Magyarországon él, de egyébként indiai származású. És most meg tudtam úgy néz kinyerni, de nem biztos, lehet most elkiabálnom, és akkor pont nem fog sikerülni, mert most egyeztetek vele időpontot, hogy mikor. És te beszélgetsz ezekkel az emberekkel? Én beszélgetek, olyan, mintha mi így beszélgetnénk, aha. Csak itt van mondjuk 30 ember, 35 ember, és az egy csodálatos, mély, az egy igazi, nagyon jó együttlét és ilyen gathering, az nagyon-nagyon jó, imádják az emberek, én is nagyon imádom. De az, mint hogy havonta, 2 havonta van, amikor éppen tudok ezzel szervezni, hogy ki legyen a következő, meg kell hirdetni, jöjjenek. És ezeket csinálom, még mást is, csak érdezem, hogy miket szeretek a legjobban, még ezeket nagyon szeretem. Tehát akkor bevételed ezekből az eseményekből, rendezvényekből van most? Bevételem ezekből van, meg másból, tehát mit tudom én, ahogy előadásokat szervezek magamnak, ha meghívnak, azok a esetleges forgatások, ami mondjuk most már egy éve úgy nincs, oké, az akkor nem, a színházból, ebből a csoportokból. De tudod, mi az érdekes, hogy gyakorlatilag... Tehát sok helyről, ilyen értelme? A sorsod most beteljesedett, illetve amit nagyon akartál, azt megkaptad. Miközben most rájössz arra, hogy nem biztos, hogy én ezt a lovat akartam, mert amikor legutóbb beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy mindennél fontosabb neked a spiritualitás, ezek az edukációs előadások, stb. Fontosabb, mint a színészi mesterség. És azt mondtad, hogy amikor elvonulsz, akkor te arra koncentrálsz, és hogyha akkor írna fel egy ügynök, akkor is nemet mondanál. Most más mondasz, tehát úgy érzem, hogy most picit kompenzálsz számomra jó irányba, mert én ennek azért nagyon örülök. De ez gyakorlatilag, hogy is szokták mondani, hogy a gondolat teremtő ereje? Tehát, hogy te azt kaptad, amit pár éve akartál. Most nyilván nagyon tehetségesnek tartalak, és a tehetséges színész vagy. Most nyilván ki fognak nyílni újra a kapuk, de majd akkor ott is húzol egy határvonalat, hogy mostantól megint a spiritualitás, vagy megpróbálod az arany középutat megtalálni. Nagyon picit helyesbítenék, hogy azt sosem mondtam, hogy ez fontosabb nekem, mint a színészet, hanem azt mondtam, ez egy olyan alap dolog, amit nem tudok csak úgy elengedni, ez nem egy hobbi, ez nem egy brahi, hanem ez maga az élet, ez maga, amivel foglalkozom, ez az egyik legfontosabb, és ez most nagyon érdekel, ezzel most foglalkozom. És attól még mondtam, amikor legutóbb itt voltam, fontos a színészet, és ha jön valami, szívesen csinálom. Amivel te bejöhet, hogy egyszer volt egy olyan, hogy amikor éppen elvonultam Brazíliában, akkor Los Angelesből, Hollywoodból konkrét, azt hiszem 12 napos igen, forgatási felhívásom volt, és azt mondtam, hogy nem, köszönöm, én most pihenek. És mondtak, hogy jó. De nem úgy, hogy pihenek, hanem nem is volt jó, hanem most ez a dolgom, most gyógyulni lelkileg, nem tudom, most ez a töltődni, vagy nem, bárhogy mondhatjuk. És mondták, hogy jó, egyébként megértjük, mondták. Mondta is az a Keszem gyerekkor. Az nem. De nem baj, így alakult. Most is azt csinálnám? Igen. Tehát igen. Ott, igen. Most nem azt csinálnám, mert most nem érzem, hogy az kell.
úgy most azt is ezt csinálnám, hogyha akkor lennék vissza, ami akkor kellett, akkor is de most lennél ezen a brazil elvonuláson. Ha most voltam februárban, most nem hiányzik, most nem mennék el, most ezt a filmezést szeretném csinálni, és itt akkor vissza... De a februárban hívtak volna. Akkor is mentem volna forgatni. Mert most ezzel már jobban vagyok, tehát itt van lett egy érettség, lett egy... Tehát most ez a részem... mondtam, hogy éhes vagyok erre. Ez a részem már éhezik. Ha most minden nap edzened kell, és edzel, akkor néha pihenned is kell. De hogy túl sokat pénz, akkor meg edzened kell. Tehát, hogy valamilyen szinten, igen, jót kérdeztél, hogy lesz egy egyensúlyban. Most azt érzem, hogy most éhes vagyok már a filmre, és éhes vagyok a színházra. Most nagyon sokat castingod is voltam, külföldön is, meg most magyaron is. Tehát ez jó hírek, jó jelek, stb. Van ehhez kedvem. De ez nem azt jelenti, hogy... De úgy, bonyolul, hogy elmész egy magyar castingre, sem te kapod meg. Hát most ugye volt a Hunyadinál például, meg most a utóbbi időben csak külföldön voltam. Most voltam én magyarom, majd meglátjuk. Soha nem voltál közel ahhoz, hogy Hollywoodba be tudja tenni a lábad? Meg is tudjad vetni a lábad? Jó kérdés, igen, jó kérdés, hogy meg is tudjad vetni. Ott közel voltam, amikor ezt azt mondtam erre, hogy nem, mert inkább Brazíliában vagyok. Ott közel voltam, ott konkrétan az már egy fölkérés volt, tehát nem egy castingra. Azért felkérés, 12 napos forgatás. Fú, ott is nagyon nagy hiba volt. Lehet. Ott is közel voltam, amikor megcsináltam a Jarheadet, és utána visszajöttem Magyarországra. Ott azt mondta... De ott maradhattál volna? Hát maradhatsz, hát lehet, hogy nincsen vízumod, akkor azt intézni kell, tehát nyilván illegális... De ebben segítettek volna, vagy nem? Ki tudja. Akarták, hogy maradjál? Mondom. Tehát sok a kérdés, már elmondom. Tehát, hogy ott, ha azt döntöttem volna, hogy jó, hát én akarok maradni, nyilván nem illegálisan, megpróbálom, hogy lehet vízumot, meg lehet, hogy akkor hova lehet dolgozni, de én most ezen az úton elindulok. Ez egy döntés. Ott lehetett volna. Vagy pedig az, hogy visszamegyek Magyarországra, megnézem, hogy ezt mit hoz, és ezt az utat választom. És ott ezt az utat választottam. Csak a kérdésre, hogy mi lett volna, nem tudom. De ott közel, ott volt egy döntéshelyzet. Most is úgy döntenék-e, azt hiszem ebben is most is úgy döntenék, hogy már nem, hogy most 45 évesen, hanem akkor most is, az a mostani fejemmel is úgy döntenék. Igen, mert ezt itt meg kellett élni Magyarországon, ezek jók voltak. Van még egy játék. Toljuk. Mihez van kedved? Ez okay. A kérdés. Mondom. Mini biliárd, okay. Mini pingpong, okay. Darts, okay. Csocsó. Neked mi ez? Csocsóhoz nincs, abban elég béna vagyok. Okay. Ne kapcsoljam ki? Mindig meleged van? Jó ez így. Jó? Tehát de ha melegebben lesz, az szar lesz. Fél 24 fok van. 24,4, hát, igen. Hát kevesebb kéne legyen, hát nem szaunázni jöttünk. Na, tehát itt van egy ilyen... De az nincs kedved. Igen, de hogyha ezt levesszük, akkor van alatt a minibiliárd. Mivel vagy jó, vagy darts? A darts mi? Az nem. Az nem, jó, azt kilőttük. Kilőttük a csocsóba, jó vagy? Legyen mini, de az mini pingpong. Hát mekkora, mennyire mini? Hát, agyonverlek benne. Tényleg? Na, rakjuk ide. A kurva életbe. Tényleg abban jó vagy? Bassza. Nem, hogy vagyok jó. Ezt hova visszük? Ezt ide. Akkor fogom. Hol az? Hol itt van, be kell vinnünk. Hol? Ez az? Aha, csak már ez a pinyó is? Alul lebontunk majd. Legalul fog meg. Legalul fogtam. Király vagy. Oké. Okay. A viszki is azért hogy lenyomott hány fekvőt? A hány éves? Mennyi? 57. Kemény. De te vagy a kemény, most néztelek, hogy másfél perc alatt meg tudtad csinálni a nagy kihívást. Azt a fekvő kihívást? Hát most már 1:20 vagyok, de még 2 hiányzik. Az kemény. Két fekvő, tehát? Két fekvő, mert hogy 5, hát mert hogy 7, 10 másodperc alatt. De 8 különböző fekvő típus van. És mindegyikből 5-öt kell. Sőt, 45-öt kell csinálni. De melyik akkor. Az? Melyik a legnehezebb? Hát... Tapsolós. Tapsolat, ezt én nem is tudom, mert megpróbálom.
tapsolós. Gondoltam arra, hogy... Én mindig öklönnyomom. Jó, de nem kell, nehezebb, hogyha tapsolsz. De szerintem nem is tudok tapsolni. Hát ez hogy az... tapsolsz? Fölugra, annyira kinyomod, hogy tapsolsz. Igen, azaz. Hát ebből tudok egy csomó. 15. Jó, ez... Jó, 15-öt kell? Hát nem most, mondjuk, nem most, hanem mondjuk aki veszít. Ez beszarás, ez nehéz. És mi van még ebből a gyakorlatban, ami nehéz? Hát van egy olyan, ami szerintem nehéz, ami, hát van egy olyan, ami olyan, hogy így van a kezed. Ez plank. Ez is próbált ki. Mária. És onnan csak abból ki. De hogy? Hát ezzel támaszkodsz, nézd meg, ezzel támaszkodj le, de tedd le azt, hogy úgy, és ezzel, igen, és le. És úgy fel. Hát ez nagyon nehéz. Ez mennyire szar. Ez nehéz. Ez, ebbe, ez is benne van a gyakorlás, és ebben mennyit kell? Mindig bölötöt, de ez az utolsó előtti, tehát itt már be vagy szarva. Ez nagyon nehéz. Egy ötöt nyomj le. De nem így egyet, hanem egyszerre. Nem, ez nehéz. És van olyan, ami még... melyik izmom nincsen, ez meg? A triceps, ilyen gyenge a triceps. Azt nem tudom, de ez az. Meg a másik, ami mondjuk ilyen, hogy... Jaj! Hogy így az egyik kezeddel így lemész, látod? Te azt láttalak, ezt láttam. És elmész, és itt a másik irányba. Ez brutális. De ez mi az delta izom? Hát, ez is vál, meg... Próbáld ki, ezt is nézzük. Vál, meg triceps. Várjál, leteszem. Tedd le az egyik oldalról, úgy, de menj rá, lá, jobbra, menj rá, ez nyújtsd ki a másikat. Nem tudom, kinyújtam. Menj rá az egyikre, és ezt nyújtsd ki. Igen. Nyomok inkább kentót. Nem bőlet van. Na, mi a Na. tét? Hát... Várj, csinálj meg az asztalt. Mi legyen a tét? Tét. A nyertes elkéri a vesztes telefonját. Már megint? Múltkor voltad az igen, és? Kiválasztanak egy nevet, és küld neki egy SMS-t. Vagy... Meg kell lenned egy párizsi szendvicset. Nem, az nem. Én azt szívesen megeszem. Vagy... Vagy... Te Instagramon erős vagy? Mert ott mit csinálom? Mi lesz a szíve? Posztolni kell. De mit? Hát nem tudom, nyertes. Elkéri a telefont, és az Instagramjára posztol valamit, bármit. És utána mikor, ez nagyon és mikor derül ki? Mikor? Nem lehet letörölni 24 órán. Az nagyon szemét. Fel kell írni a vesztesnek a Friderikus Sándor telefonon, hogy bejelentkezni a műsorába. Figyelj, van egy nagyon szemét, de hát, hogyha én vagyok, az nagyon ciki. Mondja. Hogy mondjuk úgy kell, de hát nem akarom ezt. Csak mondom, nem akarom ezt. Hogy úgy kell fölhívni a Friderikust, hogy vannak bizonyos szavak, amiket el kell mondani. Akkor tehát mit tudom én mondjuk ilyen, hogy mondom, hogy mit? Legyen a dömsöri. Várjál, mondom, hogy például a szavakat. Te figyelj! És akkor mondjuk így, hogy... Figyelj! Te figyelj! Nem. Vagy, és másik kifejezés, mondom, például ez a kifejezés, mondom a tutit. Tehát fölhívod a fizikus, hogy te figyelj, felírunk, mondom a tutit. Felírunk Úristen, ez pár nem... nevet, olyan neveket, akik valószínűleg fölveszik. Úristen. Ilyen késői órán. Úristen. És nem nyomja ki majd, vagy hogyha egyből kinyomja, akkor nincs ez a poén. Nagyon kínos. Na, itt a toll. Írjunk össze neveket és szavakat. Hogy miket kell belemondani, jó? Én mondok szavakat. Mindenki írjon
Én mondok szavakat. Normális eszek, Dömsödi Gábor. Adjál egy tollat. Én írok szavakat, mert azban színészként jó vagyok. Jó figyelj, szavakat és kifejezések jutnak eszembe. Dömsödi Gábor. Írok, tehát írom, hogy miket kell, milyen szavak kell és mondatok kell elhangozzanak, vagy részletek. Dömsödi Gábor. Te figyelj! Dömsödi Gábor, ki lehet még? Tudom, hogy nem vagyunk úgy, de nagyon meg vagyok szorulva anyagilag. Hú, bazd meg. Tehát ezek el kell hangzanak, amikor beszélsz vele, hogy bárki is az, hogy te figyelj, mondani kell a dumát, amit mondasz. Mondom, mi van, az is kell hangzod. Tudom, hogy nem vagyunk úgy, de nagyon meg vagyok szorulva anyagilag. Jó. És akkor az van, hogy bármi van, de ebből négyből választani kell egyet. Nem, ezt így el kell mondani, hogy beszélsz hozzá, hogy figyelj, na mondom, mi van. Tehát fölépítettünk egy házat, tehát hogy ez valami kell egy olyan dumát. Mondj, hogy ezek... kell, jó, akkor mondom az utolsó duma. Nem tudnád megadni a fekete pákó telefonszámát? Nem tudnád megadni Kelemen Anna számát? Már ha érted, mire gondolok. Jó. De már ha érted, mire gondolok. Hú, bazd meg. De figyelj, ezt utána föl kell hívni, hogy nem igazi, mert végünk Isten, van. Csak én Nem tudod megadni Kelemen az a számát, már ha érted, mire gondolok. Nem veszthetek. Nem veszthetek. Ez most élettel. Nem veszthetek. Ez élettel. Ez nagyon kemény. Ez az egyik legkeményebb ilyen, nem? Ez nagyon durva. Ez nem veszthetek. Tehát ezt most vegyük komolyan. Olvasd ezeket csak föl, csak hogy el tudod-e olvasni, hogy nem az lenne, hogy nem tudom elolvasni. Azt értem, összeizélted, de ezeket olvasd föl, hogy mindegyiket benne kell legyen. Te figyelj, mondom, mi van. Tudom, hogy nem vagyunk úgy, de nagyon meg vagyok szorulva. Nem tudod megadni a Kelemen Anna számát, már ha érted, mire gondolok. Jó, ez el kell hangzódjon. Bármit mondhatsz, mert majd te fogod mondani, csak hogy... Ne írjuk át, Dömsödi vagy... Tasnádi Péter? Ne, bazd meg, az nagyon kemény lesz, hülye vagy ne, az akkor meghallunk. Először most csak így játszunk. Először be, igen, hogy szókd az asztalt. Élet-halál meccs. Hú, bazd meg. De még mehet a gyakorlás. A picsába. Oh! Na azért. Mehet? Dobd be, mehet. Hogy itt bedobjam? Vagy kikezdi a szervát, kőpapírolló, jó? Oké. Okay. Hármasában váltunk szervákat, mert csak 11-es a meccs. Jó, és a kőpapírolló, aki vagy először nyer... 21-es a meccs, és 5-ösével váltsunk szervát. Döntsd el. 11-es vagy 21-es? Ma? 21-es. 21-es, 5-ösével vagyunk. Kőpapír... De várj, egy, aki először nyer a kőpapírollóból, az szervál? Vagy abból is három van? Legyen három, jó? Okay. Kőpapírolló. Egyet nyertem. Igen. Kőpapírolló. A picsába! Egy-egy. Kőpapírolló. A kettő egyén. Én kezdek. Na várjál. Oké. Okay. Fú, egy nulla. Négy, öt. Még egyszer várnám. Olyan sok mázlista vagy. 15, öt. 16, öt. Baj lesz. Nagyon nagy baj lesz. Iván, baj lesz. Mennyi? 16, hat. Mennyi? 19? 19-9. Hát nem jó érzés. Bazd meg! A picsába! Ide figyelj! Mennyi? 29. Te szemétláda vagy. Bazd meg, nagyon kicsi!
titeket. Na, mert 29. 20-10. Én szerválok? Te. De most van. Ja. Igen, 20-10. Nem ért asztalt. Szép volt. Ti. Szép volt. Hát itt, jó. A telefonod ott van. A három névből. Te figyelj! Húha! Na, figyelj, mondom, mi van, hogy... Na, próbálok. Na. Jó, hát először nézzük, hogy ki van. Na. Kérlek szépen, tedd ide, hogy 1, 2, 3, 4. Ja, három van. Igen, mert nem volt több papírom. Egyiken kettő van, vagy. Várj, van még egy papírom. Nem kell, most nem? Mi az? Nem. Csak hogy a tasnál végül. Jó, nem, az már, most már nincs. Ezt a szemét, hogy... Az meg, de őt nem is ismerem. Ő nem ismer engem, nagyon furcsa lesz, hogy őt hívom. Ismert. De nagyon furcsa lesz, hogy őt hívom fel. Fenyő. Hallod, nagyon furcsa lesz, hogy őt hívom fel. Fenyő Iván. Szervusz, szia, Fenyő Iván vagyok. Szervusz, Fenyő Iván vagyok. Szia. A Friderikusztól kaptam azt. Azt nyugodtam, azon már kifa, az kurva jó. Na, dobbis. Jó. Számát ki? Te figyelj, szia, Fenyő Iván vagyok, szia Gábor. Szia, mondjam. Szia, hello. Figyelj, a Friderikusztól kaptam meg a számod, mert őt már hívtam, és... Kicsoda. Ja, igen, viccelsz, igen. Na, beugrott. Mondom, mi van. Tehát azért hívtalak, hogy most ez nagyon ciki, mert tudom, hogy nem vagyunk úgy, de hogy... hogy mondjam? Nagyon meg vagyok. Mondom, na kész, ki kell, nagyon meg vagyok szorulva anyagilag. Friderikus megadta az én számot. Hát ő azt mondta, én mondtam, hogy figyelj, mi nem ismerjük egymást a Gáborral. De hát... És mit mondott, hogy majd én segítek neked? Hát ilyeneket mondott. Hát ez vicces. Ez fura, nem? Én is mondtam, hogy jó, hát... Mert ez a Hajdú Petire gondoltam, de ővel nem vagyok úgy. De a Sanyika ilyet mondott? Hát, hogy hívjál fel engem? Hát, igen. Mondom, nem értettem. Azt mondtam még, hogy a kokót meg téged, de hát a kokóval nem... Jó fej. Csak a kokót nem akarom, hogy fejbe verjen. Érted? Mert most nem tudom. Nem tehát, hát, nem tudom. Kokó, na, viszont, jó, viszont ami eszembe jutott még itt közben, egy utolsó, hogy ez így tök hülyeség, de férfiak vagyunk. Nem tudod megadni a Kelemen Anna számát? Már ha érted, mire gondolok? Most se tudom, hogy ki a Kelemen Anna, az meg a Havas. Ja, jó. Nem mozgok szerencsére a bulvárban. Jó, és nagyon azért gondoltam, hogy te talán igen. Na jó, ölellek, bocsánat, este van, megyek, ölellek szeretettel. Szia! Ú, baszd meg, gyerekek, menjetek a picsába! Azt a kurva! De jó volt megcsinálva, nem? Azt a kurva, megcsináltad. Jó volt. Könyörgöm, hívjátok fel ezt a szegény aranyos embert, nagyon cuki volt. Úristen, hú, de komoly megcsináltad, atya úr. De igazul, tehát nem ilyen kamu. Ne, azt megcsináltad, fú, de kemény. És nem rögted el, és oda tetted. Azt a mindenit. Szegény. Olyan rossz volt ezeket mondani, olyan aranyos ember, és ilyen hülyeségért fölhívni. Szegény ember, soha többet nem... Ja, Istenem, az olyan naívan, olyan tisztelettel állt hozzám, én még ilyen fasságokat mondok neki. Mondhattad volna? Szia, Nagy Ervin vagyok. Tényleg. Igen, engem hív! Várj, engem hív. Ki engem hív? Hangos is ki. Engem hív, figyelj! Várj! De mondd, hogy nem tud semmit. Jó. Szia, Petike, ne arra, hogy... Semmi, most látom, hogy hívtál.
Igen, persze, gondoltam vissza, és olyan történtelem, meg akarom kérdezni, hogy mi a véleményed. Csöng a telefon, egy-két perce, szóval halló, Fenye Iván vagyok, de nem tudom, a faszom tudja, mondtam, szia, miben segíthetek? Aztán most beszéltem a Friderikusszal, szerintem engem átbasztad. Aztán jó, figyelj, megmondom férfiasan, meg vagyok szorulva kurvára. Tudnál pizzát csinálni? Mondom, micsoda? Szóval Friderikus azt mondta, hogy forduljak hozzád, vagy a kokóhoz, tehát a kokópofámmal. Aztán tényleg nem ismerlek, de a kokópofámmal. De mondom, mi? Aztán igen, a Friderikus ezt mondta, de nem viccelsz? Hát egy nyugdíjas ember ajánl neked a... Én ismerem az Ivánt, de... Lehet, hogy ilyen hülye. De mondom, ez a készátverés jó. Hát ilyen a földön nincs. Figyelj, az Iván, ő elment ilyen nagyon spirituális világba, fénykonferenciákat szer... Hát lehet, hogy az egyik ilyen becsődött valamelyik ilyen fénykonferenciája, és tőled akar. Most úgy tudom, hogy szervez ilyeneket, hogy gyere fel Ivánhoz, lehet, hogy senki nem ment fel. Nem adtam meg a számot, tehát, hogyha felhív és rám hivatkozik, akkor az is a Friderikus volt. Amivel röhögtem, és mondtam a Krisztának, hogy basszus, most nem hangosítom ki a telefont. Na mindegy, ez óriási, nem? De kedves volt. Kedves volt, de hát én tisztára úgy vagyok, mint akit fejbe basztak. Hogyha holnap meghalom a reggeli bumerángban, vagy hogy beszokta az átverést. Na, én is hallgatom majd reggel a bumerángot. Nem tudom, hogy van-e még. Nem, most már bocskornak hívják, de egyébként hallgatom mindenképpen. Jól vagytok. Jól, aha. Jól van. Na jó, várj, adom még neked az esztit egy perccel. Jól van, hello, szia. Hello, szia! Soha nem merem megkérdezni, hogy meg vagy-e még, meg gondoltam, hogy hátra ott vagytok közben, és akkor az fájós. Meg vagyok, csak azért hívlak, hogy akkor nem tudsz semennyit se kölcsön adni? Ez te voltál valamelyik. Már melyik? Hát én vagyok, Iván vagyok, Fenyő Iván. Csak hogy akkor nem gondoltad-e át? Hát, hogy nem gondoltad-e át? Most nem akarlak zavarni, se az Anna számával, csak hogy... Jó, ezt hogy csinál? Várj, ezt kihangosítom, mert vissza is halljam, ez kurva jó. Várjál, folytasz egy kicsit, várjál. Hát most nekem ez kínos, tehát nem akarom folytatni, csak kérdezem, hogy... Ja, jó, megvárom nyugodtan, csak hogy... Mondjad, Iván. Hát, hogy akkor... Nézd ide! Látod? Nézd a kamerádra, a telefonodra. Együtt vagy, hogy minden voltam benne. Elveszített egy fogadást. Figyelj, az volt a sztori. Előre felírt, ő írta fel ezeket a szövegeket, hogy mit kell. Három név volt felírva. Dömsödi Gábor, LL Junior, és ki volt még? Körtisz, a négy. Figyelj, pingpongoztunk, kikapott, és neki kellett felhívni. Iván! Ne haragudj, én egy színész vagyok, és a Peti kibaszott velem a saját mondataimmal, amit felírtam, hogy valakit nagyon szívassunk meg, és égessük le magunkat, ezeket írtam föl, és föl kellett hívjalak teljesen idegenként, hogy ilyen baromságokat mondjak, elnézést kérek. Elnézést. De azért látszik a foglalkozás, hogy színész, mert azért hiteles volt, remélem. Iszol is rá egyet, jól van. Nem. De jó. A Friderikustól kaptam egy rekesszel. Tehát az is, a Friderikus, én improvizáltam. Annyira gyanús volt, nekem meggondoltam, megkérdezem az egyébként, aki ilyen hülyeségben, hogy ismerem ezt a barmat? És egyből engem hívtál. Ilyen óriási. Úgyhogy elnézést, innen is Isten, örülök, hogy megismertelek, sajnálom, hogy így, elnézést, szégyellem magam. Ez egy fogadás volt, meg kellett csináljam a baromságot. Igen, én valami szart tettem, amit összekevert nekem.
Na jó, gyerekek, szevasztok! Nagyon köszi! Isten áldjon! Elnézést! Szia! 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 Fú, ez egy nagyon komoly, megcsináltad. Megcsináltam. De nagyon pacekba. Nagyon pacekba. Az igen. Picit sem, de ez a picit sem idézőjelve téve, hogy lássa, hanem teljesen realbe. Nekem könnyebb lett volna, a Juniort kell hívni. Igen, lát, kiderült volna. Ez nagyon kemény volt, figyelj. Hát érted, mi nem ismerjük el, mert ezt csak fölhívom semmiből. Azt a mindenit. Hogy a Friderikusz adta és meg a számát. És az a helyzet, hogy én az utóbbi időben jobban voltam vele. És lehet, hogy ennek megint véget. Ennek ma véget. Ez ma véget ért. Úristen. Egyedül vagy egyébként most? Mint barátnő? Jó egyedül? Most már annyira nem. Most már akkor a barátnőre is éhes vagy, ahogy a filmek? Igen, mondhatjuk. Nem is úgy barátnő, hát én társa. Jó lenne egy ilyen nagy betűvel egy nő. Jó lenne egy társ. És a baráti köröd mekkora? Hát változó, mert tulajdonképpen nagyon sok embert ismerek, és nagyon sokan vannak ilyen értemben, de ilyen legszűkebb, tehát ilyen igazi baráti, az meg nagyon szűk. Sőt, néha azon, hogy gondolok, hogy van barátom, és akkor eszembe jut, hogy de hát ő, hát azért van, és akkor azon, nem tudom, hát biztos van. Nem tudom, hogy... Képzeld el, hogy én most kim voltam Alicante-ban, forgattunk, még egyelőre nem mondhatom el, hogy mit. De két napot voltam külön a legkisebb fiamtól, meg a Desztitől, és egyrészt lelkiismeret fordulásom volt, mert hogy a Domika mindig azt kéri, hogy én meséljek kettőt, és az anyukája kettőt. Meg olyan önüresnek éreztem. És ugye azt mondtam a beszélgetésünk alkalmával a kanapén, hogy az a legdurvább, hogy mindent meg lehet szokni. És először a két nagy gyerekem hiánya volt borzalmas, amikor elváltunk. És azt megszoktam, hogy telefonon beszélünk, meg találkozunk, vagy hetente, vagy két hetente. De most ez a két nap sem volt jó, tehát ez a két nap is rossz volt. És azon gondolkoztam, hogy pont eszembe jutottál, hogy te, aki ennyit utazol egyedül, milyen jóba lehetsz magaddal. Van benne ilyen. És azt hiszem, nagyjából igen. Tehát ezt nem tudom azt mondani, hogy tudod, nem írom alá. Ezt úgy, hogy aláírnád, ezt úgy azt hiszem, egyre inkább igen. Ez nem azt jelenti, hogy mindig jól vagyok, meg boldog vagyok. Nem, de akkor elmész 5-6 napra Horvátországba. Mit csinálsz esténként? Olvasok. Ülök kinn, és nézem a tengert. Most éppen azt csináltam. És utána csak nézem, nem írt, megsértődött. Ez ennyi. Ez vége. Nehéz volt visszaépíteni ezt a barátságot. Vicc, ez sértődös egy picit? Nem tudom. Van benne egy pici ilyen, de kicsit laza is, de mintha lenne benne sértődös. De hogy... írt. Írt. De jó fej vagy. Lesz ez semmi gond, folyamatosan röhögök. Azt én, de jó fej vagy, köszönjük, nem? Igen. Vagy az, hogy mi is. Megnyugodtam, most már mi ismerünk. Jó. Nem? De jó. Kommunikációs szakember vagy. Aranyos ember. Aranyos ember. Nagyon aranyos ember. Jó érzés színészkedni, és jó érzés valamit élesbe így csinálni. Ennek volt tétje. Tehát amikor az egész neved, reputációd, egy idősebb, tiszteletre méltó urat, akit tényleg most úgy hívnék fel, hogy örülök, és tisztelettel fölhívni teljesen alpári stílusban, és teljesen méltatlan helyzetből és mondatokkal. Mondanám, hogy nem ezt is, de nagyon kínos volt, nagyon kemény volt, de utána persze, tehát így jó a poén, hogy halálkomolyan eljátszani. Mindent elkövettem, hogy akkor legyen éles, hogy akkor tényleg halálkomolyan, mint hogy tényleg igazi legyen, ki se derüljön neki. Ezért volt nagyon nagy éle, szegény. Most, ha innen elmegyünk, biztos, hogy felhívom, és elmondom, tényleg még egyszer elnézést kérek, nem akartam ilyet mondani.
Jó, jó volt veled. Jó volt. Nagyon köszönöm. A vacsorát akkor mi bepótoljuk, jó? Jó. Legközelebb. Na, barátom. Tényleg. És le a kalapkal, hogy megcsináltad. Faszán. Ú, de kemény. Beleállva. Azt a mindenit. Én ennyit nem tudom, mikor rögtem utoljára. Azt hittem, hogy végem lesz. De ugyanakkor furdalt a legismeret. A szegény Dömsödi Gábort nagyon, nagyon átvert. Azt gondolom, hogy azért ebben a műsorban bebizonyítottam, hogy ez egy szakma. Tehát elindultunk a spirituális úttól, eljutottunk hollywoodi magasságokig, és onnan pedig Dömsödi Gábor átveréséig. Tehát ez így volt kerek, kimaradt a vacsora, de be fogjuk pótolni legközelebb.